Hello mindenkinek, ez itt az Impulzus Podcast negyedik része. A mai adásban a Choose Your Pain című Discovery epizódnak a kibeszélése hallható. Ahogyan szoktuk, Dave-vel elkezdjük a beszélgetést, és talán Attila is megérkezik majd később. Szervusz, Dave! Hello! Remélem, készen állsz a kibeszélésre. Ha igen, akkor el is kezdheted az első benyomásokat. Ismét egy elsöprő hatású Discovery epizódon vagyunk túl, és hát körülbelül pont ez a 4-5 nap szükséges ahhoz, hogy az ember már lecsengjenek az impulzusok, amit érték ez jó. A rész megnéz, pedig nem készültem előre. És én már bevett szokás szerint kétszer nézem meg az epizódokat, és még mindig szükséges a másik megnézés, hogy helyre kerüljenek a dolgok, esetleg a látványt jobban megfigyelje az ember, kritikus dolgokat is ilyenkor szoktunk inkább összedni, hiszen tényleg az első benyomás annyi újjal áraszt el minket, az első nézés, a cselekmény nagyon sűrű. Ugye ezt most már szinte kijelenthetjük, hogy a Discovery nagyon nagy erővel halad előre, tehát itt is annyira minden történt, és olyan események jöttek előbb, amikre nem is gondoltuk, vagy azt hittük, hogy esetleg majd az évad vége felé történik meg. Tehát nyilván, hogy a készítők sokkal nagyobb tempóban és sokkal nagyobb ívű cselekményt akarnak bemutatni, mint ahogy azt mi sejtjük, ami nagyon jó. Tehát még akkor is, ha rengeteg spekuláció van arról, hogy mi fog történni a következő részben, gyakorlatilag nem látható előre. Ezt jónak tartom. A másik szempontból, hogy egy kicsit hektikus vagy zaklatott abból a szempontból most már szinte mindegyik epizód, hogy nincsen pihenőidő sem a néző számára, sem pedig a résztvevők számára. Azt is tudjuk, hogy ezek napok vagy sokkal rövidebb idő alatt történnek ezek az események. Uh-huh. És nézők ugye együtt sodródnak a főszereplőkkel, ugye egyre inkább kilépünk abból, hogy csak bőrnemet kövessük. Ez is egy érdekes szemléletváltás. Tehát fokozatosan újítja meg magát a sorozat, mintha az írók is keresnék a karakterek helyét, vagy éppen most jutnának el odáig, hogy megtalálják azt a hangot, amivel ezt a sorozatot szeretnék írni. Feltételezem, hogy egyébként ilyenkor rendező és íróváltás van, és talán ezért látunk másfajta megoldásokat. Aha. Többit akkor a részletek kibeszélésekor. Jó. Hát nekem csak annyi volt a megfigyelésem, ami nagyon markánsan megmaradt bennem, az, hogy mennyire jó, hogy végre átívelő módon tudják megjeleníteni az egyes szálakat, és itt most konkrétan a medveállatka kapcsán jött ez a gondolat. Azért, mert ahogy mondtuk a korábbi epizódokban is, ez nagyon emlékeztet pár korábbi toposzra, viszont a régebbi Star Trek-ekben ez mondjuk egy B-plot lett volna, vagy egy akármilyen mellékes szál, ami mondjuk egy részen belül, vagy jó esetben két részen belül tud kibontakozni. Így viszont szerintem jóval több figyelmet tudtak arra fordítani, hogy ez a része is megfelelő mértékben kibontakozzon. A másik dolog, ami elkerülhetetlen, ugye a Harry Mudd-nak a felbukkanása, ezzel 100%-ig elégedett vagyok, szerintem nagyon jó munkát végzett a színész, teli találat, ugye Rainn Wilsonról van szó, róla is majd akkor gondolom később szót ejtünk, hát nehéz az ő alakítását szó nélkül hagyni. Elnézést. Nagyjából ezek voltak az első gondolatok. Kezdjük el akkor a sztorival. A történet elején kihalt folyosók, helyiségek láthatók, ami a Discovery csillaghajónak a része. Alatta már egy vészjósló zene szól,
Tehát tudjuk, hogy valami nincsen rendben, amúgy is rossz érzést kelt, hogy nem látjuk a legénységi tagokat tevékenykedni. Az első ember, akit megpillanthatunk, az Burnham, aki a gépházban áll a meghajtórendszernek a konzolja előtt. Rövid időn belül azt is észrevesszük, hogy a kamrában, ahol a medveállatka szokott helyet foglalni, ott is Burnham parancsnok áll, és amikor elindítja a hajtóműt, akkor a hajó rákapcsolódik, ugyanúgy, ahogy a medveállatkára szokott. Ez láthatóan valami fajta szenvedést okoz neki, de nem csak a kamrában lévő Burnham érzi magát rosszul, hanem mint egy tükörkép a konzol előtt álló Burnham is felordít fájdalmában. Ekkor már azért sejti a néző, hogy itt valami álomképszerűségről lehet szó, és be is igazolódik ez az érzés, ugyanis Burnham felébred, és a nézővel együtt azt tapasztalja, hogy Tilly zászlós horkol a szállásán a szokásos helyén. Én szerintem egyből egy ilyen arcba tolt metaforát kapunk az epizódban. Mit gondolsz erről? Így van, ugyanez a véleményem, és nagyon jól kifejezted, ez elég hatásvadász volt, és már az előző epizód eleje is egy olyan szituációba vitt a nézőt, ahol hát azt sem tudta először, hogy hol van. Egyébként egy tipikus Star Trek motívum, hogy olyan helyen jelennek meg ismert szereplők, ami szürreális, vagy egyáltalán nem illik az eddig ábrázoltakhoz. Aha. Tehát a cél az, hogy meglepődjünk, és egyszer s mindre elég direkten ráirányítja a figyelmet, hogy Burnham meglehetősen azonosult már az állatnak a sorsával, és mindkettők esetében egy érzőlényről van szó, ami alaposan kifejtésre is kerül majd ebben az epizódban. Uh-huh. És ez a kezdés egyébként ugye megint a Discovery-nek a sötét oldalát, hiszen rémálmot jelentett meg, tehát mindenképpen a sorozatnak a sötét oldalát erősíti, illetőleg azt, hogy a néző számára egy hátborzongató vagy egy rettentő jelenet erősítse meg az amúgy esetleg másképpen is elmondható tartalmat. Igen. Tehát ilyenek a készíték a látvány eszközeivel. Szerencsére ez nincsen túl sokszor, tehát vagy túlzásba véve. A néző szerintem eddig is érzékelte azt, hogy Burnham és a medveállatka hasonló helyzetben van, de szerint az álom szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy maga Burnham is úgy gondol magára, hogy tudatában van azzal, hogy ő egy olyan szerepbe került, mint a medveállatka, tehát hogy csak kihasználják őt? Nekem egyértelműen a bűntudat merült fel, hiszen az előző részből tudjuk, hogy pont, hogy Burnham is kihasználta valamiképpen a medveállatkát. Erre egyébként majd pont ebben az epizódban, hogy aztán Metz is hívja figyelmét, hogy Burnham volt maga, aki ugye javasolta, hogy vagy arra az útra vitte a kutatást, hogy a medveállatka kerüljön a navigátornak a szerepébe. Uh-huh. És ugye talán ennek az eredménye ez a rémálomszerű fantázia. Értem. Ő maga is szenved az állat helyében, vagy az állat helyett fejeződik ki rajta keresztül annak a szenvedése. Tehát rajta csapódik le. És szenvedni később, ami még inkább elborzasztóbb. Uh-huh. Tehát akkor a Burnhamen csapódik le minden olyan tett, amit már nem lehet igazolni. Tehát ugye ez az egész sztori vonal, hogy mi van akkor, hogyha egy érző lényt használunk ki, akire ez nagyon rossz hatással van. Így általános, igen, mondjad. Bocsánat, itt az epizód
úgy volt emlegetve, ez az ötödik epizód úgy volt emlegetve a rajongók között, hogy talán leginkább Star Trek filozófiát és kérdéseket behozó epizód. Ezt a rajongók mondták? Hát így a visszajelzéseket a fórumok és különböző rajongói csoportokban beszélgetések fölhozzák, hogy egy Star Trek-esebb epizód, ami szerintem inkább egy fejlődés, hogy egyre inkább megtalálja a sorozat és a saját hangnemét a Star Trek-en belül is, ugye azokat a topozokat felhozza, amit kötelezően elvár a néző, a Star Trek rajongó, és itt kifejezetten sűrítés ezeket a motivumokat, tehát több rendbeli erkölcsi kérdések merülnek fel, karaktereknek a motivációi, erkölcsessége kérdeleződik meg olyan karakterek is, akiről nem gondolnánk, és igen, váratlan válaszok születnek ezekre a kérdésekre, de majd akkor ezt az epizód elemzésekor elmondjuk. Rendben. Általánosságban nekem is az jutott eszembe, hogy a Star Trekben már nem először látunk olyat, hogy álomnyelven van megfogalmazva valamilyen mondandó. A Voyagerben elég sűrűn volt erre példa, mondjuk, hogy a Chakotayre gondolunk. Miután a rémálom lezajlik, Burnham felhívja Dr. Culber figyelmét is arra, hogy lehet, hogy rossz hatással van az állatra a sorozatos spóraugrás. A doktor ígéretet tesz, hogy vizsgálatokat fog végrehajtani az élő lényen. Tehát látjuk, hogy Burnhamnek ez a rossz érzése tettekben nyilvánul meg, tehát nem fogja tudni megtartóztatni magát, nem fogja tudni lenyelni azt, ami itt történik, habár ugye elég végzetes események felé sodródik ez az egész sztori vonal, hiszen már ugye benne van a hajó a háborús helyzetben, több sikeres Klingon rajtaütést is végrehajtottak, tehát egy kicsit olyan szituációba került a hajó, ahonnan már nehéz lesz visszatáncolni. És itt meg is alapozzák szerintem ezzel ennek a résznek a fő mozgatórugóját. A következő jelenetben azt látjuk, hogy Lorca beszámolót tart méghozzá egy űrállomáson, ahol az admirálisok összegyűltek. Itt a stratégiai győzelmekről ad számot. Ebből ki is derül, hogy körülbelül egy hónap telt el az előző rész óta, és a Corven 2-n kívül még volt 2 vagy 3 sikeres Klingon rajtaütés. A vezetőség szeretné, hogyha ez a meghajtó technológia több csillagflotta hajón is installálva lenne. Ennek érdekében ők nagy erőkkel további medveállatkák felkutatásába kezdtek bele, viszont az admiralitás úgy látja, hogy a klingonoknak a figyelmét egész biztosan felkeltette az eddigi ugrásoknak a sorozatos sikere, ezért arra kérik Lorcát, hogy bizonytalan ideig szüntesse be ezeket a spóraugrásokat. Lorca természetesen ennek nem örül, hiszen beleélte magát a háborús helyzetbe, és róla tudjuk, hogy nagyon szereti, hogyha harcról és háborúról van szó. Igen, és itt érdekes a Lorca és az admirálisok, illetve konkrétan ugye ott Conwell admirálisnak a viszonya, tehát Lorcának tehát olyan, mintha Lorcának szinte az admirálisok felett is lenne valamiféle szava, tekintélye vagy hatalma, amivel gyakorlatilag egy ultimatív keresztül tudja vinni a saját akaratát. Ez nagyon érdekesnek tartom, tehát még inkább megerősítik azt, hogy ő mögötte, vagy ő benne sokkal több van, mint amit vala is gondoltunk. Igen. Lehet, hogy a Cornwell admirális az az admirális, aki kifejezetten
azért van, vagy az a feladata, hogy Lorca kapitányt egy kicsit konszolidálja? Vagy, Könnyen lehet, egy vagy közös múltjuk aha. lehet, és talán az alapján feltételezik róla, hogy... Tehát ő a csatorna, az admiralitás és a kapitány között. Akkor az úgy értelmet nyerne, hogy mi miért történik. Egy orvosról van szó egyébként, egy pszichológus vagy pszichiáter nőről egyébként a Cornwell admirális esetében, ugye erre utal is a beszélgetésükben. Illetve őt már többször láttuk hologramként megjelenni, ez felveti azt a kérdést, hogy itt egy hatalmas logikai bukvenc van, hogy Lorca, aki egy fontos küldetésnek a vezetője, igen. Ő egy űrkomban, egy szál pilótával az oldalán, aha. egy távoli űrállomásra elmegy csak is azért, hogy egy megbeszélést folytasson, miközben ugye például Cornwell admirális bármikor meg tudott jeleni holografikusan, hanem is testi valójában, ugye a Lorcának az irodájában például. Hát igen, ez valóban egy érdekes felvetés, de ilyet láttunk már azért korábbi Star Trek-ekben is, tehát ott rendszeresen előjött ez a kapitány egy számagában, vagy minimális kísérettel egy kombban elutazik XY helyre, akár egy konferenciára, akár valahova máshova. Ez bennem is rendszeresen kérdéseket szokott felvetni. Itt én ezen már megselepődtem, megmondom őszintén, annyi ilyet láttunk már. Egy kicsit talán súlyosabb itt annyiban a helyzet, hogy a Lorca az tényleg egy olyan kapitány, akire a klingonok is hát elkezdték fenni a fogukat, vagy felfigyeltek. Ilyen tekintetben kiélezettebb a helyzet. Az étkezdében folytatódik a sztori. Burnham letörtsége az még mindig tart. Tilly csatlakozik ebéd közben, ő próbálja megnyugtatni, de szokás szerint ez nem annyira sikerül. Itt nem is a sztorihoz, hanem úgy mellékesen jutott eszembe egy gondolat, amikor halljuk a hajónak a különböző zajait, itt figyelhetjük meg először, hogy ilyen szolgálati közleményeket közölnek a háttérben, és nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mint amikor egy ilyen plázában vagy, és ott így bemondják, vagy egy ilyen Tesco-ban például, és bemondják, hogy rossz helyen parkol a... Igen. Igen, teljesen ilyen hangeffekteket hallottam a háttérben. Olyan, mintha nem is lenne mindenkinek egyéni jelvénye, és azon keresztül nem tudják megszólítani. Tehát lehet, hogy a... De ezt tudjuk, hogy át a törk előtti időkben vagyunk, és még ugye a személykommunikátor ekkor még nincsen, tehát a folyosókon lévő, vagy a turboliftekben beépített fali vezérlő paneleken keresztül kell megszólítani mondjuk a hidat, vagy onnan érkezik ugye igen. egy interkomon keresztül. Ez korhű, tehát itt megfelel a kánonnak ez a megoldás. Habár egyetértek, hogy furcsa is. Igen, tehát akkor az adott szobában, vagy az adott teremben mindenki hallja a személyre szóló üzeneteket is, bár én ezen az új nemzedékben és ebben az érában játszódó sorozatoknál is elgondolkodtam, hogy amikor valakit jelvényen keresztül hívnak, akkor a jelvényből szól a kommunikáció, végülis azt is hallják a többiek, tehát csak akkor van teljesen privát üzenetközvetítés, hogyha valakinek azt mondják, hogy ez most egy privát üzenet, ezt kérem, hogy fogadja a saját szobájában. Úgyhogy végül is... Jelvények és a jelvényen keresztüli hívás. Hát azt mondom, a Voyager-ben van arra egy példa, hogy még valamikor az első évadban a Tuvok az egyik munkállomásról felhívja a másik pultnál szolgálatot teljesítő Kim Zászlóst, és ott egy megjegyzést tesz neki. Uh-huh. Azt hiszem, talán még a
ott a hangszínnel is sikerült megoldani, hogy azért úgy érez a néző is, hogy ez egy ilyen privát kommunikáció, netán csökkentett hangerő, vagy éppenséggel a... Hát már most is vannak ilyen irányított hangsugárzók, most ezt el lehet képzelni, akkor lehet, hogy csak az illető hallja, vagy érti igazán, hogy neki intézett privát kommunikációról van szó. A másik nagy probléma, vagy ilyen logikai gond a kommunikátorokkal, hogy ugye mondjuk én megszólítom, vagy én vagyok mondjuk a parancsnok, és azt mondom, megérintem a nyelvenyemet, és kimondom azt, hogy mondjuk Chakotay parancsnok Janeway-nek. És a túloldalon mondjuk pár szinttel odébb a kapitány azt hallja, hogy neki intézett üzenetet, pedig elvileg a komputer csak utána hajtaná végre a parancsot, neveztesen, hogy elküldi az én hangomat, de most akkor valós időben történik ez a kommunikáció. Mert akkor az első mondatom az még ugye a komputernek szól, neveztesen, hogy azt mondom, hogy én vagyok a Chakotay, és a Janeway-nek akarok intézni majd egy hangüzenetet. Uh-huh. Ezt már a kapitány is hallja a túloldalon. Magyarul a jelvény az annyira intelligens, hogy már rögtön, mielőtt kimondanám az első szót, ő már azonnal élőben a kapitányt, vagy a kapitány felé közvetíti a hangomat. Aha. Hát igen. Nincs magyarázat, meg lehet, hogy nem is kell, mert magyarázat bonyolultabb lenne. Igen. Egyszerűen így működik. Tehát ez pont az a rész, hogy a Star Trek technikájában, hogy lehet, hogy már manapság vannak fejlettebb megoldások. Például vannak ugye a hangfelismerő szoftverek, amikor is például egy tömegből képesek kihallani egy egyetlen személynek a hangját hangminta alapján. Mert négy vagy öt ember szimultán beszélgetéséből egyetlen egy személy beszélgetését képesek kiszűrni. Itt megint a kémfilmek jutatnak eszünkbe, amikor ugye megpróbáljuk esetleg egy utcán távol beszélgető ember párnak a hangját kihallani egy tömegből. Tehát lehetséges, hogy megint ugye megerősztik a Star Trek-et, vagy éppen a Star Trek inspirálta a fejlesztőket, és lesznek fejlettebb ilyen belső kommunikációs megoldások. Uh-huh. Lorca éppen a saját szemét kezeli, amikor Cornwell admirális benyit, és kíméletlenül fel is kapcsolja a villanyt, amivel elég nagy fájdalmat okoz a kapitánynak. El is hangzik a kérdés, hogy miért nem csináltatja már meg a szemét mondjuk egy orvossal, hiszen erre már szerintem megvan a lehetőség. Lorca kapitány azonban elzárkózik ettől, elég személyesre veszi a választ, hiszen azt mondja, hogy nem bízok az orvosokban. Ugye ezzel próbál visszavágni Cornwellnek, amiért az admirálisok előtt visszafogta őt a spórahajtó mű használatától. Cornwellben megfogalmazódik az a kérdés is, hogy miért feszegeti a határokat, és miért fogadta be Burnham parancsnokot, hát az egykori parancsnokot a legénységébe. Hivatalosan ugye van erre mód, tehát itt fel is olvassák azt a csillagflotta szabályzatot, ami háború idején lehetővé teszi, hogy egy bűnözővel, vagy egy fegyenccel ilyen módon felvegye a kapcsolatot a kapitány és a legénysége tagjává tegye, de azért így a külvilág felé ez mégsem szerencsés. Meg is kérdezi, hogy miért teszi ezt. Ugye a Lorca szokásos módon válaszol, ez az ő hajója, tehát az ő módszereit fogja alkalmazni. És itt ugye itt látjuk azt talán először, hogy az admirális és a kapitány között valamilyen személyesebb kapcsolat van. Igen, és azt hiszem még talán az After Trek kibeszélő showban is erre azt hiszem ezt szóba hozták, bár ott inkább a Lorca kapitány és a Landry parancsnok közötti kapcsolatról beszéltek, sőt arról gyakorlatilag Aaron
pár percet be is vallott, hogy gyakorlatilag igen, lett volna, sőt, volt is a forgatókönyvben egy jelenet, amiben ugye a Lorca és a Landry együtt vannak, együtt alszanak, és ez a jelenet nem lett leforgatva, nem tartották fontosnak. Egyébként pont az a diszkrét utalás, amit ugye a Landrynek azt hiszem egy mondatából, egyáltalán a tekintetéből kiviláglik, hogy több köti ugye a Lorcához, hát tűzön-vízen át mindent megtenne érte. Ez például ezt a fajta diszkréciót szeretem egy sorozatban, tehát nem kell látnunk együtt a kapitányt és a Landry parancsnokot direkt módon, hogy feltételezzünk dolgokat, és annál is inkább, mivel a hát sajnos a karaktert ugye egyelőre, ugye úgy tűnik, igen, hogy nem látjuk viszont, ezért talán nem is tartották fontosan. Tehát a forgatókönyvnek ilyen átdolgozásáról, vagy menet közbeni módosításáról egyébként hallottunk több alkalommal is. Neveztesen majd egy epizód, majd ehhez az epizódhoz és egy másik karakterhez is kapcsolódik egy elég jelentős átírás. Arra szerintem ott a maga helyén megemlítjük. Na, erre kíváncsi vagyok, mert erről én se tudok, úgyhogy majd szóljál, hogy hol érünk. Ennek nem olvastam utána. Itt ugye látjuk, hogy szorosabb a kapcsolat, hiszen a keresztnevén szólítja Cornwell admirális a kapitányt, amire eddig azt hiszem, hogy nem volt még példa. És ahogy te is mondtad, tehát nem kell túlzásba vinni azt, hogy bemutassák a készítők, hogy ők mennyire szoros kapcsolatban vannak, elég, hogyha egy ilyen gesztust látunk a képernyőn, amiből rögtön egyértelmű lesz, hogy mi a helyzet. Aztán, hogyha később ugye a sztori úgy kívánja meg, akkor ezt vagy jobban is kibonthatják, vagy örökre ilyen homályban marad ez a dolog, csak annyit fogunk tudni, hogy ők azért közelébbi kapcsolatban vannak, mint mondjuk a többi admirálissal a Lorca kapitány. A visszafelé úton, ugye itt van az a bizonyos komp utazás, ahol egy darab pilóta és maga Lorca kapitány utazik. Természetesen, hát megjelenik egy Klingon hajó a semmiből, kilép a térsebességből, azonnal Klingon alakulatok jönnek át a kompra, és sajnos a szegény pilótát meg is ölik, aki bizonyos szögekből és fények hatására kicsit hasonlít Picard kapitányra, de... Nekem is valahogy eszembe jutott, de nem tudatosult teljesen. Igen, és úgy tűnik, hogy Lirel is személyesen eljött a kompot megszálló Klingonok közé, csak azért, hogy elmondhassa, hogy Lorca kapitány. És ugye a szemkezelő eszköz sejtelmesen a földre esik, és jön a főcím. Én szerintem elég jól megalapozták a főcím előtt a sztorit. Ugye felvillan maga a szokásos, hát az ugye 2-3 rész óta tartó erkölcsi dilemma, ugye a medveállatkás spóraugrás, illetve megalapozzák ennek az epizódnak a fő történeti mozgató rugóját is, nevezetesen, hogy elrabolják a kapitányt. És ugye ekkor már a néző azon gondolkodik, hogy vajon mit fognak vele csinálni, ki tudnak-e szedni belőle valami technológiára vonatkozó információt, hova viszik egyáltalán. Tehát ilyen szempontból ez a rész nekem tetszett. Te mit szólsz hozzá, ami így a főcím előtt történt, így összefoglalóan? Egyetértek, nagyon szép előképek ezek az egész epizódra nézve. Ugyanakkor a néző a főcím alatt ugye van idő elgondolkozni, és az előszes várakozásai nem egészen úgy alakulnak, és ez is nagyon jó, tehát egy egész sor klisét kikerülnek itt a fogsággal kapcsolatban is. Rengeteg dolgot el tudtunk volna képzelni Lorcáról itt a fogság alatt is, és nem mindegyik
dolog úgy alakult, ahogy a néző gondolná, hogy viselkedik egy ilyen jellemű tiszta a fogságban. Tehát egy admirálissal is szembeszállít. Ezek a meglepetések, vagy a személyiségnek egy további vagy újabb eleme, ezek mindig jók, és akkor így az ember azért érzi, hogy tényleg fejlődő jellemeket alkottak, nem egy sablon karaktert. És az is nagyon jó, hogy valamilyen epizodikusság is megjelenik azért. Tehát itt most egy fő motivum az, hogy a kapitány fogságban van, illetőleg, hogy a medvállapával történő kísérleteknek gátat szab egyrészt erkölcsileg, másrészt ugye hát fizikailag az állatkának az állapota. Uh-huh. És ez is gyakorlatilag egy, tehát ki lehet mondani, hogy lezárt kerek történetet kapunk ebből a szempontból. Igen. Hát én nyugtázom, mert ugye ha már a készítők azt mondják, hogy a regényként, tehát meg a 15 epizódot egy egységes történet szárként kell tekintenünk, azért kell ez a megnyugvás, főleg az egyhetes várakozás miatt is, tehát itt nem darabódik szét annyira a cselekmény, hanem érezzük, hogy igen, az 5. epizódban volt a Lorca fogságban, és akkor volt ugye a medvállatka történet szála, ugye ideiglenesen is, de valamiképpen lezárva. És akkor ez így jó érzés, hogy epizód folyamon belül is tudtak lezárást. Igen. Mivel itt van egy kis lélegzetvétel, ezért lehet, hogy ide beszúrok egy szubjektív véleményt, ami az űrállomásról jutott eszembe, illetve annak kapcsán fogalmazódott meg. Valahogy összegződtek bennem azok a jelenetek, amik az űrben játszódnak, és hát bennem egy elég negatív kép alakult ki, tehát konkrétan nekem az űrben játszódó jelenetek azok nem tetszenek így vizuálisan, de ez mondom teljesen saját vélemény, majd vitatkozhatsz is ezzel akár. Tehát nekem maga a háttér sem annyira jön be, kicsit ilyen jellegtelen, sokszor ilyen kásásnak tűnik, ilyen kék árnyalatú beütéssel. Az objektumok, csillaghajók, esetleg űrállomások, azok olyan halványan megvilágítottak, úgy a kontúr összeolvad a háttérrel, nem annyira jól kivehetők, de maga a design is olyan, hogy nincs egy markáns forma, ami úgy eszembe jutna. Ezen kívül a beállítások is rontanak a helyzeten. Az előző részben mondtam is, hogy a Discovery bizonyos szögekből elég csúnyácska, és azok a jellegzetes track beállítások hiányoznak nekem, amik a reklámszünet után jönnek, megmutatva mondjuk az Enterprise csillaghajót, hogy na, most itt fog játszódni a következő jelenet. Ez mondjuk sokszor régebben teljesen ilyen újra felhasznált vágóképekből állt, de nekem akkor is hiányoznak ezek a dolgok. Illetve az utolsó ehhez kapcsolódó megfigyelésem, hogy a spóraugrásnál ilyen eléggé olcsónak ható áramsugarak jelennek meg. Tehát így összegezve nekem az a benyomásom, hogy az Orville-nek a látványvilága az elég puritán, de viszont sokkal jobban otthon érzem magam benne, és szerintem jobban eltalálták. Te hogy érzed ezt? Hát itt ezt sorban tudom pipálni. Tehát ahogy most így elmondtad, itt sűrűn bólogattam. Itt sajnos ki kell mondani, hogy az előbb említett másik most futó sorozat, ugye az Orville, azt a látványvilágot tárja elénk, ami egy kicsit ugye a TNG-ben igen. Jól megszokott, egyrészt kellemes, másrészt tehát a jól felismerető, sokszor ugye egyszerűsített formánk, de pont emiatt ugye az ember otthon érzi magát a sorozatban a hajón belül és kívül is, látja, hogy mi történik, és ez mondhatni, hogy old school megoldás, de az Orville ezt fel is vállalja, hogy gyakorlatilag egy kicsit feltuningolva ugyan, de egy old school hozzáállású és Star Trek eszméket erősen közvetítő sorozatokat alkotott. Uh-huh.
itt ugye a Discovery-nél hatalmas elvárások vannak bennünk, már csak a látvány illetően is, hiszen főleg, hogy sokszor vigasztaljuk azzal magunkat, hogy na, esetleg ha a sztoriban, vagy a Star Trek filozófiát, meg a kánont illetően lesznek is esetleg kifogásaink, a látvány az mindenképpen a mozi minőség lesz, és kárpótol minket. Na most ezt nem is tudom, hogy ugye ezeket a részeket nyilván már moziban nem mutatták be, csak az első kettőt, de akkor is ugyanezeket látom, hogy elmosott, sötét, homályos kontúr, meg éles körvonalak nélküli képeket látunk, már pedig bőven van eszköz az alkotók kezében. Tehát a mai komputergrafika gyakorlatilag lélegzetelejító is tényleg valósághű. Ugye ahhoz képest, hogy kitalált környezetről van szó, de ugye ahhoz képest sokkal például részletesenben ki lehetne dolgozni, akár például egy klingoni járművet, az űrkompot is. Tehát látjuk, hogy szépen csillogó fémes felületek vannak, amiket mondjuk nagyjából egy például egy 2013-as vagy 14-es számítógépes játékban is körülbelül ennyit láttok. Nyilván jobb minőséget látok, meg nagyobb felbontás, de valóban zavarbejtő, hogy miért nem szántak erre akár egy külön csapatot, aki azzal foglalkozna, például, hogy ugye olyan objektumokat, amik többször megjelennek, már pedig az űrkom már első látása sem volt valami jól kidolgozva belül és kívül sem. Uh-huh. Egyáltalán ott is egy olyan hát szinte spórolós megoldást látok, hogy létrehozunk egy csövet, aztán ott elő van valami pilóta, konzolszerűség és oldalt meg a metróüléseken ülnek a utasok, nem a kapitány is. Hát, tényleg. Hát az első jelenet, ahogy láttam, hogy Lorca, ez az öntörvényű és hatalmaskodó ember. Ül a metrón. Ül a metrón. jön az ellenőr. Igen. Hát én legalább úgy képzeltem el Lorcát, hogy ő vezeti a kompot, vagy legalábbis a másodpilóta. Igen, még a Picard is vezette a kompot annak idején. Már nem a Picardra hasonlító pilóta, hanem a valódi. De akkor ez költségkérdése szerinted? Kizárólag nem rossz design döntéseknek a sorozata? Biztos, hogy döntés is van. Netán úgy gondolták, hogy azért olyan sokszor nem fogunk kompban utazni, és akkor ezért volt ez a döntés. Egyébként láttuk a kompot, tehát a komp jelenetek forgatását, azt hiszem pont az After Trackben, hát illúzió romboló. Uh-huh. Még nem láttam egyébként az E-hetit. Hát egy ilyen zöld vászlas fülke gyakorlatilag, de azt hiszem talán már múltkor is mutatták. Múltkor is volt? Arra meg már nem emlékszem, az a baj akkor. A komp is egyik az ilyen újra felhasznált helyszíneknek, pontosabban a talán bizonyos elemeit, hát meg egyáltalán, hogy ha már a hidat ilyen szépen kidolgozták, és ténylegesen létrehozták a díszleteket, ugye az utolsó vezérlőpultig a kijelzők is valódiak, a gombok, kezelőszervek azok is mind fizikailag, sőt működnek is, tehát tényleges lenyomáskor történik egy reakciót a megfelelő eszközben. Hát a kompot az simán létre lehetett volna hozni. Tehát építünk egy komp belsőt, tényleg megcsináljuk a megfelelő anyagokból, fémből, fából, vagy műgyantából, vagy bármi, amiből manapság szoktak dolgozni, és akkor ténylegesen érzi az ember, hogy egy fizikai térbe lépett be, tehát egy valós eszközről van szó. És azt kell mondani, hogy az űrkomp a következő részben ismét csak központi szerepet játszik, mert spoiler, egy kicsit azt hiszem feltuningolják, talán még Burnham nem is dolgozik majd egy űrkompon, amiben majd, spoiler, Lorca és Ash Tyler, hogy nagy közösen utazni. Ó, hát pedig az ő helyükben én már nem szállnék kompra ezek után. Hát egy vörös inges kell mindenképp a fedélzetre, azt tudjuk. Igen. Egyáltalán az utazás is céltalan volt, szinte érezzük, hogy direkt csak a Lorca foglyulejtése volt a cél, tehát dramaturgiailag is. Az, hogy ugye Lorel, hogy szerzett erről tudomást, azt nem tudjuk egyáltalán, hogy ő hogy kerül ugye egyáltalán arra a börtönhajóra, azt sem tudjuk, ott a legutóbb a száműzött vokot követ a elhagyatott Shenzhou fedélzetére, tehát itt egy lyuk van a forgatókönyvben, amit lehet, hogy a készítők szándékosan hagytak nyitva. Meglátjuk. Igen.
Kicsit olyan szempontból igazságtalan voltam, hogy kizárólag az Orville-hez hasonlítottam itt a külsőségeket, hiszen ahogy te is mondtad, az egyértelműen beleállt abba, hogy itt most kompromisszummentes 90-es évekbeli sci-fi, azon belül is Trek lesz a terítéken. Viszont én a modern sci-fikben is mindig megtaláltam azt az egyediséget, amit most még keresek a Discovery-ben. Tehát például a Dark Matter-ben a térugrás az nagyon jellegzetes és nagyon tetszik, a The Expanse-nek is baromi jó díszletei vannak, és ott a CG is nagyon jó. Én reménykedem benne, hogy a Discovery az meg fogja találni ebből a szempontból is a saját hangját. Van neki, tehát, sőt, jellegzetesen furcsa beállításokkal hívta fel magára a figyelmet. Ugye itt a jellegzetes például a kamera mozgások, például, hogy kintről a hajón kívülről elindulunk, és ugye, ügyes húzással bejutunk a kapitánynak a készeléti irodájába, vagy a hídra is. És na, ezt is egy időben szinte rendszeresen alkalmazták, most ez eltűnt. Tehát jellemzően teljesen ez is olyan hatásvadász dolog, hogy most megmutatjuk, hogy jaj, ilyet is tudunk, és akkor már tehát olyan kameráink vannak, és olyan lehetőségeink, hogy akkor ezt időnként elővesszük, csak azért is. Semmi más funkciót nem látok benne. Hát esetleg még arról lehet szó, hogy ez egy megidézés, mert az eredeti sorozatban, ugye azt hiszem mindkét pilotban volt olyan rész, amikor kívülről közelítünk az Enterprise felé, és fokozatosan zoomolunk be a hídra. Hát ott még egy kicsit ez esetlenül volt megcsinálva, de szerintem itt is egy hasonló érzést próbáltak közvetíteni. A feladat változatban, ugye nem tévedek, jól emlékszem, hogy ott azt hiszem a távoli felvételeken is már jól meg volt oldva, hogy hát amennyire lehetett a felújításkor, hogy a hídon mozgó tiszteket már láthattuk távolabbról. Én azt nagyon ügyesnek tartottam, jónak tartottam, ahhoz képest, amilyen régi felvételt hát dústottak fel CG effektekkel. Igen. Nem egy könnyű, egyébként ez a fajta kívülről rázumolás, hát ugye modellekről van szó minden esetben, és a Discovery esetében meg például ott nincsen fizikai modell. Tehát ott gyakorlatilag van a ténylegesen fölépített hídunk, plusz van a CGI változat, és gyakorlatilag kettő között kell kombinálni. Ugye ezt kell összefésülni. És azt szerintem lehet, hogy még nehezebb is, mint egy modellre közelíteni, és aztán egy ügyes változat. Hát lehet, igen. Pár képeket mondtad, az nagyon jó, mert az nekem is mindig tetszett, tehát mindig az utolsó epizódok is úgy kezdődtek, hogy az Enterprise egy bolygó körül kering, és mondtad, hogy más a színe, kicsit barnább, máskor zöldebb, azokat is első dolog volt, hogy azokat kicseréljék, nagyon szépek lettek egyébként a bolygók, ha azt indokoltnak tartom, akkor azoknak a cseréje az mindenképpen indokolt. A CGI Enterprise szín viszont nem tartom olyan jónak. Próbáltak lavírozni, hogy ugye a modell nem volt olyan részesen kidolgozott, és akkor ugye a CG Enterprise se legyen olyan részekben kidolgozott, de ugyanakkor meg mégiscsak legyen szép letisztult, ugye, hogy a felvétel igen. Jól nézzen ki. Nagyon egy összfér megoldás született. Mellesleg magát a modellt ezt felújították, és a Smithsonian Múzeumban kiállították, káprázatosan nézett. Igen, gondol, erről van YouTube-on is videó, ugye? Ezt majd lehet, hogy megkeressük, és akkor kitesszük a adással együtt. Egész dokumentumfilm készült a igen. Building Star Trek, azt hiszem ez a dokumentumfilm, ami bemutatja is. Az 50. évfordulóra kicsit mondogattuk, hogy a CBS meg a Paramount nem tud, tehát keresse a helyét, hogy mit találjon ki, hogyan ünnepelje méltón. És azt hiszem ez egyetlen egy dolog a legméltóbb volt, tehát hogy az eredeti hajónak a felújítás, és látod, hogy milyen nagy gonddal nyúltak hozzá a modellhez. Korhat fal és fémakat részekről volt szó, gyönyörű a végeredmény. A vágóképeket tehát én is hiányolom, tehát hogy egy pillanatra akár a
a reklámszünetekről, amikor visszatérünk a sötét képernyők után, ott egy pillanatra visszahelyezzük a nézőt a szituációba, ahol ott hagytuk. Vagy ha másikba kerülünk, akkor ott csináljunk egy felütést. Tehát ne rögtön induljon a dialógus, hanem mutassuk meg először, hogy hol vagyunk. Igen. Hát azt a pár másodpercet rá kéne szánni, hiszen ugye digitális terjesztésről van szó, most, hogy 46 vagy 48 perces lesz a végeredmény, az nem hiszem, hogy bárkinek fájna. Uh-huh. Nyugodtan lehetne időt hagyni arra, hogy mutassuk például azt a Klingon hajót kívülről, ahol raboskodnak lorkáik. Igen, azt egy csomó ideig nem látjuk, csak belülről. Jó, hát a lorka se látja esetleg, hogy ilyen szempontból ez a szűk látókör, ez betudható annak, hogy a kapitány nézőpontjából látunk most mindent mindennyiben, és ő ugye nem lát rá. Egyébként ez jó húzás, nem látjuk a klingonokat, nem látjuk a hírat, nem látjuk, hogy ki vezérel, mi történik a háttérben, csak a cellában vagyunk, és pont ugye ki az, aki felvilágosít minket az egészről? Ugye Harry Mudd is. Harry Mudd. Folytatódik. Igen. Egyébként visszatérve, aki kíváncsi az eredeti sorozatra, a Blu-ray változaton megtekintheti az eredeti filmeknek a nagy felbontású változatát. Ott semmilyen utómunka nem történt, azon kívül, hogy digitalizálták a filmet, és nagy felbontásban elérhető. Viszont a Blu-ray-eken ezzel párhuzamosan megtalálható a remaster verzió is, ahol, ahogy említetted, ezeket az űrbeli jeleneteket, a fizikai modelleket számítógépes modellekkel helyettesítették. Akkor az űr témáról nagyjából ennyit. Térjünk vissza szerintem a történetnek a folyásába. Megint a Discovery-n vagyunk. Cornwell admirális most a szokásos módon hologram formájában jelenik meg. Saru a rangidős tiszt, ő veszi át a parancsnokságot. És a küldetés az az, hogy találja meg Lorca kapitányt, mentőakciót kell szervezni, el is kezdi kiosztani a parancsokat, a hídon váratlanul, legalábbis számára váratlanul megjelenik Burnham, ezt a veszélyjelző csápjai is jelzik. Természetesen a medveállatka épségéről szeretne beszélni, ezt a megbeszélést viszont már négy szem közt folytatják a kapitányi szobában. Saru rövidre zárja ezt a szituációt, amíg nincs meg a kapitány, addig a meghajtó rendszert és vele együtt a medveállatkát működtetni kell, észen kell állnia az ugrásokra. Tehát kiéleződik a szituáció, ugye a Burnham egyre inkább abba az irányba tereli a sztorit, hogy meg kell menteni a medveállatkát. A történetek folyása viszont azt a szenáriót erőlteti, hogy itt minden pillanatban szükség lehet a spóraugrásra. Ez a kettő pedig eléggé erőteljesen üti egymást. Itt ugye kibővítik Saru karakterét, akit ugye a Shenzhou fedélzetéről ismerünk, és már azt kérdeztük, hogy vajon ő fog-e tovább felülni, vagy milyen pozícióban lesz majd itt, pláne ahogy a Lord kapitány jellemét megismertük. És most ugye első látásra itt úgy tűnik, hogy a Saru igyekszik megfelelni a követelményeknek, és ennek érdekében ő akár erkölcsi legesetleg elítéletű döntést is képes hozni. Uh-huh. Tehát ő készült erre a parancsnokságra, olyan, mintha már régóta felkészült volna az esetőségre, hogy ez bármikor megtörténhet, ebben az esetben pedig gyors
azonnali döntésekre lesz szükség. Igen, és úgy tűnik, hogy ugye, tehát ambiciózus tisztről van szó, tehát egyáltalán a fajának az alaptulajdonságait sem ismerjük még nagyon, és az ő jelleme is összetett. Mindvégig ugye a Burnham-mel való kapcsolatában láttuk, és ebben az dominált, hogy ugye a Burnham árulása óta a szarú ugye fél tőle, tehát egy veszélyforrásnak tartja. Ahogy most is láttuk, ugye már a Burnham belépésekor ugye jeleznek ezek a veszélyjelző szervek. És azt is látjuk, ugye, hogy a Saru ugye igyekszik megfelelni annak a ideálnak, hogy milyen egy jó csillagflotta kapitány. Tehát milyen tulajdonságok kellnek neki. Tehát ez az igyekvő, de ugyanakkor talán a helyzettel megalkuló, vagy éppen a rendszert kiszolgáló, és ahhoz mereven ragaszkodó tisztről beszélünk egyelőre. Kérdeztük az elején, hogy Szarút, akit pozitív karakternek ismerünk, akinek valószínűleg saját moralitása van, és esetleg képes majd olyan döntést is hozni, melynek során ugye szembeszáll egy erkölcsen döntéssel, amit mondjuk a Lorca kapitány akar rákényszeríteni. Hát most itt úgy tűnik, hogy Szarú ugye nagykönyvet követi, és tehát mindent megtesz, és ő is eszközként használja majd a medveállatkát, tehát határozottan erre utasítja a tisztjeit, vagyis egyelőre itt ebben nem látunk fejlődést vagy eltérést, majd későbbekben talán változik az ő jelleme is. Egy érdekeset kérdezek, te nem látsz hasonlóságot Saru és Data között abban a vonatkozásban, hogy Saru arra kíváncsi, hogy milyen egy jó kapitány, és erre azt csinálja, hogy megkérdezi a kompjútertől, hogy kik a legjobb kapitányok a csillagflottánál, és kiszámoltatja, hogy mi az, amit neki tennie kéne ahhoz, hogy ilyen kiváló döntéseket tudjon ő is hozni, tehát ilyen kompjúter paraméterekre, ilyen inputokra fordítja le azokat a körülményeket, amik rendelkezésre állnak, és azt várja, hogy a kompjúter számítsa ki neki, hogy mit kell tenni. Igen, hát nagyon jól emlékezett a Détát, mert azt hiszem talán még a készítők is mondták, hogy ő lesz majd a Discovery-nek a Détája. És hogy közben el is felejtettük, mert ugye annyi minden történt már az alatt, az öt rész alatt, de itt most valóban ezt látjuk, hogy igyekszik megfelelni. Ugye a Déta is nagyon szeretett volna ember lenni és az emberi elvárásoknak megfelelően cselekedni, akár a humort illetően, de akár a parancsnokló tisztként cselekvést illetően is. Nagyon érdekes egyébként, amikor Data kapitányi posztra kerül, akkor például az ő elfogadása problémás volt. Ugye ő is, ugye az volt az egyik főtisztnek ott a kérdése, hogy ugye androidként ugye nem kell félteni a saját életét. Igen. Veszélyes helyzetben, akkor ugye hát egy android nem lehet jó kapitány, vagy egy klingon sem lehet jó tanácsadó, és ugye hasonló példákkal élve. Aha. Itt nagy kérdés, hogy a Saru mennyire alkalmas kapitánynak? Mert első tisztnek úgy tűnik, hogy kiváló. Tehát a Georgiou kapitány iránt is egy hatalmas tisztelet mutatkozik meg rajta, ugye ezért is nagyon nagy ütés számára azt, amit Burnham tett. Tehát a lojalitás, az elfűség, ezért mondtuk, hogy ő egy nagyon erkölcsös lény kell, hogy legyen, de ugyanakkor lehet, hogy ez ugye addig tart, amíg ugye ő az elvárásokat teljesít, vagy a parancsokat hajtja végre. Úgymond első tisztként tökéletes parancsok végrehajtására és kérdezés nélküli végrehajtására, de kapitányként már lehet, hogy nem meri meghozni, tehát itt látjuk ezeken a kompjúternek feltett kérdéseket is, hogy nincs tisztában még azzal, hogy milyen mozgás tere van, vagy mi az, amiben neki még fejlődni kéne, hogy a kapitány posztra alkalmas legyen. Ezt nagyon el lehet mondani egyébként, és nagyon jó, hogy ezt előveszik ezt a témát, hogy,
hogy ugye úgy nézünk a csillagokat a tiszteire, mint az adott pozícióban és poszton ők tökéletesek. De azt tényleg látni kell, hogy nem mindenki alkalmas minden pozícióra és minden hatáskörre. Uh-huh. Hát lehet, hogy pont lehet, hogy a végén azt fogjuk mondani, hogy pont ezekben a háborús helyzetekben a Lorcának a cselekvés módja elfogadható adott határok között, mert az volt annyira eltökélt és határozott, hogy el tudott kerülni esetleg még nagyobb veszességeket, mert az epizódban ezzel kapcsolatban azért lesz azért egy nagyon-nagyon komoly felvetés Lorcával kapcsolatban. Uh-huh. Mennyire lehet elmenni akár a szabályok érdekében, mik azok a határok, amiket a saját erkölcsünk megenged, vagy amit az előírások, vagy egy magasabb erkölcs mutat. Ez a szaruban fölmerül, és nagyon jó, hogy ezt megmutatják, tehát nem egy hideg-rideg karakter, akit csak párbeszédekben látunk, tehát nagyon jó, hogy más interakciókban is látjuk a karaktereket. Tehát, hogy minél több szereplővel történjen, akár itt a komputerrel egy párbeszéd, mert annál jobban megismerjük őket. Mert ugye nincs lehetőségünk, mint egy regényben leírni, hogy szarulnak mik a jelenvonásai. Azt tudjuk egyébként, hogy a Föderáción belül ő az egyetlen kelpián, és a fajnak a tagjai, ugye egy zsákmány állatként vannak tekintve a saját bolygókon, a Föderáción belül pedig egyfajta ilyen megvetett gyávának tartott hát lényként tekintik őket, de ugyanakkor látjuk, hogy a hídon szolgáló tisztek gyakorlatilag szó nélkül, vagy ilyen összenézés nélkül végrehajtják szarú parancsait, tehát nincs az, hogy hoppá, most más van a kapitányi székben, és akkor csak ilyen válvonogatva teljesítjük a feladatainkat. Itt egyértelműen az van, hogy ő a ugye acting captain, tehát a jelenlegi kapitány, aki most ugye azzal a pozícióval és azzal a döntéskörrel is bír, és ezeket a komoly döntéseket most neki kell meghozni. Nincs meze, lehet, hogy ez is beletartozik, a medvállalat kell fölgően használni. Igen, és ahogy mondtad, meg is teszi ezeket a döntéseket, méghozzá ugyanazzal a határozottsággal, mint Lorca kapitány. Akár hogyha erkölcsi döntésekről van szó, abban az esetben is azt mondja, hogy vállalja érte a felelősséget, most ez a parancs, ezt kell végrehajtani, és kész. Ugye ilyen szempontból meg tudjuk talán azt fogalmazni, hogy ha Riker kerül az Enterprise kapitányi székébe, akkor azt a kérdést teszi föl, hogy mit tenne Picard. Hogyha Saru kerül a Discovery kapitányi székébe, akkor lehet, hogy azt kérdezi, hogy mit tenne Lorca. Azon túl, hogy ugye a többi kapitány profiljait is megnézi a számítógépben. És hogyha már Lorcát emlegettük, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy eléggé kellemetlen helyen ébred föl, ahol egy civil így kutakodik az egyenruhájában. Nem tudjuk, vagyis hogy nekem nem jött le, hogy pontosan mit is keres, hogy esetleg azt nézi rajta, hogy van-e valami mozdítható. Minden esetleg Lorca felébred, és egy szakállas férfival találja magát szembe, aki úgy mutatkozik be, hogy Harcourt Fenton Mudd, röviden Harry, ugye a továbbiakban Harry Muddnak fogjuk őt hívni. Hogy került ide ez a fiatalember? Ugye saját elmondása szerint vásárolt egy holdat, aminek a törlesztő részleteivel megcsúszott, és a behajtók üldözték őt a Klingon rendszerig. Ugye ezt a holdat azért vette, hogy az ő kedvesének imponálni tudjon vele. Mondjuk arra már nem emlékszem pontosan, hogy ezt most az édesapjának vette-e, vagy magának a hölgynek, ugye Stellának. Ez már mondjuk részletkérdés. A lényeg az az, hogy úgy mutatkozik be a karakter, hogy azért maradnak bennünk kérdések vele kapcsolatban. Főleg azok számára, akik nem látták az eredeti sorozatot, és nem tudják, hogy kiről van szó, tehát nem ismerik az előzményeket, ami jelen esetben nem is előzmény, hanem ugye ezután fog történni. Valami gyanús ebben az emberben. A bemutatkozást viszont Klingonok bemasírozása szakítja meg.
a klingonok azt mondják, hogy choose your pain, ebben a felállásban pedig Mad egy földön fekvő cellatársra mutat, ennek az lesz a következménye, hogy a klingonok rászállnak erre a fogolyra, hát konkrétan ugye megverik, és kiderül, hogy ebben a cellában, vagy ebben a börtönben a klingon módszer szerint a foglyok dönthetik el, hogy ki az, aki bűnhődjön, így megakadályozzák, hogy a cellatársak egymással komolyabb szövetségeket kössenek. Ugye Madnak az arca az feltűnően mentes az úzódásoktól és a horzsolásoktól, ebből arra következtetünk, hogy ő vagy kifogástalanul jól játssza ezt a játékot, vagy tud valamit, amit mi még nem. Én szerintem ez egy kitűnő bemutatkozás volt. Nekem mondjuk azért, mert aktívan, szervesen még benne vannak az emlékeimben az eredeti sorozat Mad epizódjai, és az első benyomásom az az volt, hogy a Rainn Wilson nagyon jól megragadta a karaktert. Szinte azt mondom, hogy hibátlanul. Egyetértek, és tökéletesen hozta, így vártam, és így képzeltem el, és egyáltalán amiket mond itt a Mad, itt megint egy, tehát megszólal egy olyan ember, aki gyakorlatilag kívülálló ebben az egész konfliktusban. Tehát minden Star Trek sorozatban, a legtöbb epizódban ugye a föderáció, vagy éppen az ellenségei szemszögéből látjuk a eseményeket. Tehát általában ez a két perspektíva van. Most gyakorlatilag itt a kis ember, az átlag ember, aki kipróbál boldogulni, nyilván ma Mad mindenféle ügyeskedéssel a maga módján, de ugyanakkor jó lenne, ha éppen nem lenne például az háború. És hát az szenzációs, hogy ezeket ugye pont egy csillagflotta kapitánnyal találkozik, aki pedig ugye kinek lételeme a háború. Tehát ez a két karakter együtt, és ráadásul bezárva, hát ez a szenzációs, és szerintem mindkét színész kitett magáért. Mondhatni, hogy a többiek itt mellékszereplők voltak, ha bár ugye érdekes volt, azt, hogy velük is mi történik, de szerintem ez parádés volt. Tehát ez színpadra is lehetett volna vinni azt, ami itt történik akár több órán keresztül. Jó volt, jók voltak a párbeszédek, erős bemutatkozás volt Madnak, egyetértek, jó lesz. És viszont látjuk, tehát ő maga még érte, tehát várjuk. Igen. Burnham ezúttal Dr. Culber segítségét kéri a medveállatka megmentési projektben, ugyanis ők ketten együtt keresik fel Stamets-et, és nekik is elmondják, hogy a spóraugrások alkalmával a medveállatka valószínűleg nem érzi magát jól. Ugye miután Culber elmondta a szakvéleményét, ő távozik, és egy andóriai mandula műtétnél fog segítkezni. Stamets azonban világossá teszi Burnham számára, hogy mégiscsak ő okozta ezt az egész helyzetet, tehát az erkölcsi felelősség az Burnhamet terheli. Tekintve, hogy szegény Burnhamnek rémálmai vannak, gondolom ez nem annyira tesz jót az ő lelki világának. De igen, akkor a felelősség kérdése, az tényleg egy... Tehát ez szerintem most valamennyi szereplőnél megkérdezhetjük, hogy ugye ebben a helyzetben mennyire cselekedett ugye a saját belső mércéje szerint, és mennyire a körülmények hatására. Tehát például Stametsznek a kísérletét gyakorlatilag kisajátította a plotta, és úgymond nem is birtokolhatja az eredményeket,
bármennyire is szeretné, illetve bármennyire is nem ezen az úton szeretné folytatni. Tehát ő benne a megkötötkező tudóst, felperezőt látjuk, ugye a doktorban egyértelműen az élet védelme van, tehát ő is szó nélkül. Egyébként még vegyük észre, hogy a Burnhamnek még mindig nincsen ugye rangja, de ugyanakkor ő már úgy jártál a hajón, vagy ott kiesleg, hát nem parancsokat, hanem ugye használja fel a hajó személyzetét, mintha ő maga is legalábbis egy vezető tiszt lenne, vagy éppen, tehát itt ugye ez is a cselekménynek a sűrítéséből adódik, hogy nincs időnk azon gondolkozni, hogy a Burnhamnek most milyen az elfogadottsága, mert ez már szinte nem is kérdés. Uh-huh. Nem látjuk a többi tisztnek a reakcióját, a Tillyvel egész jól kijön, tehát most már úgymond szinte úgy a hangulatról is tudnak beszélni egymással. A Stamets meghallgatja, nyilván a Saru még mindig nem, tehát az még egy fontos mérföldkő lesz, hogy az ő kettőjüknek a kapcsolata rendeződjön. Másik oldalról meg kevésnek találom a szereplőket ebben a szituációban. Tehát eddig mindvégig, például ha bementünk abba a laborba, ahol a medvállatka is van, illetve ez az akciókamra, ott tele csak a Stamets volt. Aha. És nem látjuk megszólalni, nem látjuk, hogy kik azok, akik részt vesznek a kísérletben például, vagy... Hogy egy következő titkosítási fokozaton vagyunk, amikor már maga a legénység többi tagja sem tud erről a további felfedezésről. Az már durva lenne azért. Csak úgy egy picit hiányolom azt a, ugye, amúgy is csak alibiből szokták betenni, hogy megyünk a folyosón, és ott járnak elnek a legénységi tagok, uh-huh. De egy gyakorlatilag egy kamaradráma van már, hát három személy cselekszik, ugye a két doki, meg a ilyet volt van még ugye a Tilly. Hát igen. Most a hídon is azért látunk pár szereplőt, azt nem mondom, hogy aktívan, de azért látjuk, hogy Saru nevén szólítja őket, és parancsokat ad nekik. De valóban kevés, tehát ez jó megfigyelés. És igazából jó, hogy felvetetted ezt az erkölcsi részét is, mert az történik, hogy a háború, mint mechanizmus, ugye elkezdett ilyen önjáró gépezet lenni, és megtörténnek a dolgok, és egyszerűen, amikor elgondolkodunk azon, hogy erkölcsi felelősség, akkor azt látjuk, hogy mindenki egymásra mutogat. Ugye a Stamets azt mondja, hogy hát bocsánatot kérek, én nem akartam egy élő lényt felhasználni. Mondjuk ugye az előző epizódban nem láttunk arra vonatkozólag sem precedenst, hogy ő tiltakozna ez ellen. Tehát azt akarom mondani, hogy a háború miatt itt gördülnek az események, és erkölcsileg megkérdőjelezhető döntések, és egyszerűen nincs idő ezekkel foglalkozni. Tehát Sarunak nincs ideje azzal foglalkozni, hogy most élőlény, érez-e valamit, nem érez valamit, azonnal ugrani kell. Egy kicsit ezt veszem észre, hogy az események sodrában ugye eltűnik az erkölcsi gondolkodás. Igen, nincs időnk. Tehát a néző is csak kapkodja a fejét, olyan gyorsan változnak az események, hogy ráadásul itt a két fő helyszín van, és mindkét helyen igen érdekes, izgalmas dolgok történnek. Kevés a gondolkodásra való idő. Uh-huh. Lorca körülnéz egy kicsit a cellájában, és azt veszi észre, hogy a csövek mögött ott van még egy fiatal ember, aki egyenruhában van, természetesen csillagflotta egyenruhában. Eddig mondjuk nem tűnt föl, hogy van még egy ember a cellában, illetve az is elgondolkodható, hogy összesen hányan vannak. Ezt majd külön beszéljük meg, mert nekem nem jött át minden esetben, hogy most mekkora ez a cella, meg hogy hányan lehetnek ott egyszerre. Mindegy, a lényeg az az, hogy ez a fiatal ember ki lett véve a körforgásból, hogy egy kicsit gyógyuljon, később aztán vissza lehet rakni ebbe a Klingon játékba,
ahol ugye a fizikai megpróbáltatásokhoz elegendő energiája lesz már. Ugye Tyler hadnagyról van szó, aki elvileg 7 év, vagy 7 éve, 7 hónapja a kettős csillagnál történt csata óta hadifogoly. Ugye itt Lorcában egy kis kéte ébredezik, hogy 7 hónapot nem tud elképzelni ebben a Klingon cellában, hogy ezt ember túl tudja élni. Tyler hadnagy emellett némi ételtartalékokat is felhalmozott, hát az túlzás mondani, hogy felhalmozott, de rendelkezik valami kis étellel, amit Mad ízelt lábú barátja, akit Stuartnak hívnak, el is lop tőlük, és saját maga el is fogyasztja ezt, mármint Mad. Mikor ezt számon kérik tőle, akkor Mad is kifejezi az ellenszenvét a flottával szemben, hogy azt mondja, hogy nincsen kibékülve ezzel a fedezzünk fel új világokat, és menjünk el oda, ahova ember még nem merészkedett szemlélettel. Úgy gondolja, hogy ez mindig háborúhoz fog vezetni, ennek pedig a civilek fogják meginni a levét, akik mellesleg többen vannak, mint a nem civilek. Tehát próbálja éreztetni, hogy itt egy kevesebb emberből álló közösség erőlteti rá az akaratát a többségre. A jelenet egyébként úgy záródik, hogy Lorcát elviszik a Klingon őrök. Na, hát itt elég sok minden történt, ugye megismertük Tylert, Stuartot, illetve Madnak némiképp még jobban kibontakoztak az ő motivációi vagy nézetei. Igen, a flotta arroganciának az említése az ott nagyon jó. Tehát, hogy majd gyakorlatilag a civil lakosságot jeleníti meg, hát nyilván nem a legnemesebb fajtát, de akkor is, igen. Aki lehet, hogy maga módján, de végig is elérdegi a föderációs területen. És ugye a flotta viszont ugye háborúkkal és egyáltalán azzal a szemlélettel, hogy ismerjünk meg új világokat, és fedezzünk fel, vagy jussunk oda, ahol még senki nem merészkedett, gyakorlatilag veszélyt hoz ugye a civil lakosságra. Ugye ezek nagyon súlyos szavak, abból a szempontból, hogy az egész azt a filozófiát, amit ugye a Star Trekben a csillagflotta képvisel, vagy ugye maga a föderáció inkább, tehát a békés fölfedezés, befogadás, békés terjeszkedés, hogy ezt egyrészt már a Klingonoknál láttuk, hogy ez milyen ellenérzést okoz, most pedig Madnál, aki ugye földi ember és föderációs polgár. Tehát ebből a szempontból ezek nagyon kemény kritikák, talán még a Star Trek filozófiájával szemben is. Tehát Roddenberrynek az utópiája ugye egyezik ugye a Star Treknek a felfedező elvével, ami azonban valamiképpen a saját kultúránknak a terjesztése vagy kiterjesztése ugye idegen világokra, illetve az az elvárás, hogy a újonnan felfedezett fajok is a mi elképzeléseinknek megfelelők legyenek. Tehát például a föderációs tagság felvétele is számos olyan szabály, amit gyakorlatilag a föderációban lévő népek, vagy ezek az alapfajok alkottak meg. És engem így nagyon sok Star Trek epizód megnézése után egy picit zavar, hogy vajon mi lenne, ha egy tőlünk gyökeresen különböző, és tényleg nem humanoid fajjal találkoznánk, ahol egészen más lenne itt egyáltalán az erkölcsről beszélni. Tehát ugye a Star Treknek éppen ezért egyfajta zárt világa van, és a mozgástere szűk abból a szempontból, hogy humanoid fajokkal találkozunk, a föderáció elve szerint viselkedünk és vívjuk meg ugye, a háborúinkat, ha kell, de akkor is egy korlátozott szabályrendszerben vagyunk benne.
ami nagyon is elképzelhető, hogy így lesz, mert ha most belegondolunk a mai ugye nemzeteken túl nyúló világszervezetek, vagy nagy rendszerek is így működnek, hogy nagyon komoly szabályrendszer szerint, amit valamikor lefektettek, és nagyon sokáig érvényben maradnak, hogy egy állandóságot biztosítson, és ugye ha kívántosnak tartja valaki, akkor oda beléphet, illetve megfelel a feltételeknek. Lásd például, hogy például demokrácia legyen mondjuk egy országban, akkor léphet mondjuk be a Lehetenstock. Hogy a föderáció tagja is egy olyan ország lehet, ahol nincsenek például alapvetően ellentétek. Ugye a KESZ és a PRIT ellentét jut eszembe nekem egyik TNG epizódból, ahol ugye annyira megosztott volt a bolygó két fele, hogy még alkalmatlan volt a gyanakvás, vagy az ellenséges hangnem miatt. Egyáltalán alkalmatlan volt arra a hozzáállás, amit a föderáció megkövetelt. Integráció vagy asszimiláció. Ugye a klingonok részéről is ez a legnagyobb félelem. És ugye a Star Trek 6-ban ugye nagyszerűen ott vannak ezek a kétségek, hogy a béke az egy kényszerű. Gyakorlatilag egy hold felrobbanása miatti kényszerű döntés, és egy óriási megalkuvás a klingonok részéről, és ezek a klingonok nincsenek azon a... Lehetetlennek látják ezt még. Teljességgel. Tehát a klingonnak lenni, klingonnak maradni, ugye ez a hitvallás, amit ugye Tukov ma is terjeszt, ez kategorikusan ugye elzárkozik attól, hogy föderációhoz bármilyen békés kapcsolat kösse. Igen. Egyébként ez tényleg érdekes, hogy mennyire mások lesznek a klingonok mondjuk a későbbi Star Trek-ekben. Itt maga a néző sem tudja szerintem elképzelni, hogy ők valaha a föderáció szövetségesei lehetnek. Nehéz ezek alapján, a képek alapján, pedig azért láttunk már Klingon koncepciós pereket más sorozatokban is. Egy rövid ideig visszatérünk a Discovery-re, ahol Stamets, Burnham és Tilly tanulmányozza a micelláris hálózatot, a konklúziójuk pedig, hogy mindenképpen szükséges egy élőlény, aki eligazodik ezen az úthálózaton, tehát egy intelligens létformára van szükség. Ugye annyira lelkesek lesznek egy idő után a beszélgetés résztvevői, hogy öncélú káromkodásokban tör ki a lelkesedés, amire talán még Star Trekben nem volt ilyen mértékben példa. Te mennyire érezted ezt helyénvalónak? Én nem annyira, én kicsit olyan erőltetettnek láttam ezt. Én is ugyanezt gondolom. Lehet, hogy bármely más sorozatban ez teljesen természetes, csak itt tényleg megint a készítők betettek egy olyan eszközzel, ami voltak éppen előre be volt harangozva, hogy egy sokkal sötétebb hangulatú és szókimondó sorozat lesz. Uh-huh. Talán még volt egy riport is, ugye, ahol a Jason Isaacs elkísértek egy forgatásra, és ott talán a színész megnyilvánult, ott Isten nevét ejtette ki, és akkor ott felmerült egy vita, hogy egyáltalán szabad-e kiejteni Isten nevét, de ugyanakkor a F betű szót meg ugyanakkor azt előbb lehet mondani, vagy inkább lehet azt mondani, mint mondva vallásosságra utalást bevinni a sorozatba. Másrészt ugye Tilly-ről van szó, már Stamets-szer ráerősít, ugye... Igen, adja alá a lovat. Igen, és a végén ez amúgy úgy veszik abban a szituációban, hogy humoros is volt, de amúgy meg fölösleges, tehát volt egy teljesen másik szóval is lehetett volna helyettesíteni, ami esetleg nem annyira erős, de erősebb, mint egy, amit ugye mondjuk elvárunk egy Trek sorozatban. Tehát megint arról van szó, hogy nem kell explicit megjelennie, hanem utaljunk arra, hogy itt nagyon ledöbbentünk, nagyon lelkesek vagyunk, ugye a ilyenkor a fordítók is vakarják a fejüket, hogy majd akkor
akkor mit csináljanak. Már előre ugye kíváncsi vagyok majd a jövendő magyar szinkron fordítója, hogyan oldja meg ezt a helyzetet, pláne ha ismeri a Star Trek világát, és ő is csodálkozik, hogy egyetlen az hogy kerülhet bele. Uh-huh. És ugye a Tilly-ről egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy már nem csak egyszerűen egy szórakozott vagy naív tiszt. Tehát itt volt már feltételezés, hogy az autizmus jelenik meg nála, annak bizonyos formái. Tehát mindenképpen egy olyan különleges egyéniség, akinek számos olyan megnyilvánulása lesz még biztos a jövőben is, amik ugye átlag szemmel nézve kezelhetetlenek, de ő személyiségének megfelelnek. A máskülönben meg, tehát engem annyira lenyűgözött ugye az, ami ott történik, hogy ugye szinte átsiklottam ezeken a szavakon. Uh-huh. Ugyanis gyakorlatilag kaptunk egy oktató videót, amiben ugye ugye Stamets van jelen, meg a Michael Burnham, illetve még a Tilly, és szinte egymás szájába adják a szót, és mint a kisiskolások, akik felolvassák, vagy éppen felelnek a előző nap adott leckéből, elmondják, szinte a nézőnek mondják, hogy hogyan működik a bombafonalak, vagy a micélium hálózat, akkor ugye a normál tér és egyfajta szubtér réteg között közlekednek, mint egy ilyen intergalaktikus autópálya, egyfajta mátrixot alkot, amiben ugye ez a medvállatka tud navigálni csak, és ugye egy szimbiózusban van ugye a spórákkal, egy teljesen a hihető magyarázat. Megint ott vagyunk, hogy a Star Trek a maga kereteik között egy teljesen vállalható tudományos világot szeretne fölépíteni, ahol vissza-vissza térünk egy adott jelenségnek az indoklására, és következtesek vagyunk annak akár a szóhasználatban, akár a gyakorlati használatában. Tehát amennyire ugye ez egy hajmeresztő ötlet egyáltalán, hogy bombafonalak és űrutazás, annyira alá lett támasztva, és ez az explicit magyarázat is ezt szolgálja, talán a néző felé is kifelé, meg tényleg a hardcore rajongók felé kifelé, hogy igenis tudjuk, hogy miről beszélünk, meg van indokolva abban a korban, adott szituációban, és ezt a felfedezést tekintve, ez egy elfogadható tudományos tény, és igenis, hogy vannak vele problémák, ami miatt most például egy másik navigációs módszer kell, tehát itt ugye a medvállatka helyett. Az érdekes egyébként, hogy a dr. Paul Stamets, ugye az amerikai kortárs tudósnak az elméletei között szintén szerepel egy ilyen, nem is intergalaktikus, de mindenképpen növények vagy különböző növényfajok közötti kommunikáció a gombafonalak segítségével, amivel egy adott élőhelynek a távolabbi növényei is kapcsolatot tudnak teremteni egymással, ami már egy hajmeresztő ötlet önmagában, de mivel egy létező és kutatott dolog, ezért innen gyakorlatilag ugyanolyan lépés, mint amikor azt mondjuk, hogy igen, van már mondjuk kvantum állapot átvitel, és akkor ebből következően lehet, hogy létezik szubtérkommunikáció, vagy éppen transporter is majd, lehet, hogy sokkal később, vagy teljesen más technológiával, vagy tetszett ez. Ugyanakkor egy picit azért a megoldással megint ugye ilyen szembeötlő volt, hogy tálcán kínálták a nézőnek megint összefoglalva azt a megoldást, de azt hiszem, hogy szükség volt rám, mert itt kutatóhajóról van szó, és a nézőben igenis, hogy az akció és az erőszak ábrázolása mellett nagyon igényli az, hogy itt ráadásul egy teljesen új tudományos elméletről van szó, és szerintem sokat megnyugvással hallották, hogy igenis tisztában vannak a készítők is, meg akkor a karakterik is ugye tudják arra, hogy miről van szó. Tehát a kutatást, ami lehetett volna több epizódon keresztül is elhúzni ezt, hogy mi lehet a megoldás a navigációra, a medvállatka helyett, de itt megfelelő módon megindokolták.
A klingonok egy kínzókamrába vitték Lorcát, ahol Lirel beszélget el vele. Itt látjuk, hogy Lirelnek elég jó az angolja, ezt Lorca is észreveszi. Ugye ő mondja is, hogy ő egy olyan társadalomból, vagy egy olyan házból származik, ahol kémek és kémkedési tevékenységek sűrűn előfordulnak, ezért hasznos a nyelvtanulás, akár hogyha emberi nyelvekről van szó, sőt, most főleg akkor hasznos. Ugye kihasználva a kapitány gyengeségét, kifejezetten egy fénykínzást alkalmaz a klingon hölgy. Hát itt szerintem olyan különös dolog nem történik, tehát látni kell azt nyilván, hogy nem bánnak kesztyűs kézzel Lorcával, szerintem információkat nem adott át ennek ellenére. Tehát ez egy ilyen szükséges jelenet, hogy gördüljön tovább a sztori. De ha te látsz benne ennél több mondani valót, akkor ne tartsd magadban. Nem, tehát itt ugye tényleg be kellett mutatni, hogy még ugye a Lorcát is van olyan kín, ami őt legyőzi. Uh-huh. És hát ugye Lorcát egyébként, én most pont abban gondoltam bele, hogy egy fordított szituációban, tehát mondjuk őnek kéne kinyerni valakiből egy információt, akkor ő hogyan cselekedne. Hát, ajaj, remélem nem fog erre sor kerülni. De ugye a személyiségéből következően az embernek igen merész gondolatai vannak, hogy igen. Meddig hajlandó elmenni esetleg egy vallatásnál. De érdekes látni őt ebben a szituációban. Eddig mindvégig egy vezető és egy nagyon tekintélyes pozícióban volt, amiben megkérdőreztetlen volt az ő fölénye. Most ebben én szerintem, hogy ráadásul Isaac is hitelesen játszik, hogy ez nem kérdés. És a későbbi szituációban egyébként a Choose Your Pain következő felszólításnál nagyon érdekes, ahogy aztán viselkedik. Uh-huh. Tehát azt látjuk eddig, hogy minden szituációban katonaként reagál. A Discovery legénysége szépen lassan felgöngyölíti a nyomokat, és egyre jobban leszűkíti a koordinátákat, illetve a lehetséges helyeket, ahol Lorca kapitány lehet. Saru ennek megfelelően már nagyon bekapcsolná a spóra meghajtást. Azonban Burnham állatmentő tevékenységébe ütközik. Ennek hatására lemegy a gépházba, és rákérdez, hogy mi az akadálya annak, hogy végre elinduljon a meghajtó. Ugye Burnham elmondja azokat az eredményeket, amiket mi nézőként is láttunk az előző beszélgetés során. Saru viszont azt mondja, hogy nincs most erre idő, és megint ugyanaz történik, mint a múltkor, nem engedelmeskedik a parancsnak, ennek pedig sajnos katasztrofális következményei lehetnek. Ugye akár olyan tragédia is lehet belőle, ami például Georgiou kapitány halálát is okozta. Ugye nem számít az, hogy jó szándékkal csinálja ezt, a parancs megtagadás, végzetes következményei lehetnek. És Saru el is rendeli, hogy transportálják a medveállatkát a kamrába, és ugorjanak Klingon térbe. Eközben Saru kap egy újabb kommunikációs üzenetet, ami megint csak a bevásárlóközpontokra emlékeztető hanghatással jár. Ugye azt mondják neki, hogy megtaláltuk Lorca kapitány fogvatartó hajóját. Ezért adja ki a parancsot.
Ugye az előző részekben a párbeszédeknek a dinamikája az úgy alakult, hogy Lorca és Stamets között törtek ki ilyen szópárbajok, most viszont ugye Saru és Burnham között valósulnak meg szópárbajok. Ez szerintem elég jó, mert jól váltogatják ezeket a szituációkat, és szerintem a cselekmény is megfelelően változatos és dinamikus. Tehát most, hogy tényleg kellett egy olyan epizód, amikor mondjuk Lorca nincsen jelen a hajóján, és ezeket a párbeszédeket, ami lehet, hogy így egymás után háromszor már unalmas lenne a nézőnek, ugye a katona és a tudós ellentéte, azt most a Burnham és a Saru ellentéte tudja felváltani. Hát én ebben egy ilyen tudatosságot vélek felfedezni. Minden epizódban kell valami személyes konfliktus, ami kicsúcsosodik a történéseknek a hatására. Igen, és azt hiszem itt van az a rész, amikor a csillagtérképet is látjuk. Különböző szektorokat látunk, ahol ugye tehát a kapitány keresik. A hídon láthatjuk, hogy különböző Klingon, illetve föderációs helyszínek jelennek meg, és akkor itt erre ugye a életszeműeket a későbbi elemzések során ugye itt ki is emelték, hogy itt például olyan helyek vannak említve, mint a Rurapente például, ugye ez a büntető kolónia, ahol ugye annak idején Kirk és McCoy is raboskodott ugye a Star Trek 6 cselekményében. És ugye a K7-es állomásról már volt szó, ugye az ugye a Klingon Birodalom közelében van. Ott például hát a Triblis események történtek annak idején. Igen. Vissza fogunk majd térni erre. Akkor a 157-es bázis az például a Best of Both Worlds, tehát a Borgos TNG epizódból ismerős. Az Akamar rendszer van még említve. Tehát érdekes, hogy ezeket milyen résztesen kidolgozzák, tehát úgymond hátteret adva a cselekménynek. Számítva arra, hogy esetleg rajongók képeket nagyítanak ki, ahogy meg is teszik természetesen. És viszont más tekintetben meg mondjuk elnagyolt grafikát kapunk például külső mondjuk az űr ábrázolásánál. De ez mindenképpen egy dicséretes, hogy ezekre gondolnak, ilyen kikacsintások, easter egg-ek vannak a cselekményben, annélkül, hogy tényleg például ezt nem teszik elénk, tehát nem mondják ki a tisztek a Rurapente nevét, vagy éppen a K7-es állomásét, mert például látjuk, és úgymond nem akarják ezzel is lassítani a cselekményt, amit ugye látjuk, hogy elég pörgősre vettek. Lorca visszatér a kínzókamrából, és céltudatosan Madra támad. Kiderül, hogy Stuart be van poloskázva, tehát minden, amit a cellában mondott, azt hallják a klingonok, és ezt Lorca vissza is hallotta a klingonok szájából. Ugye Mad, miután kiderül, hogy feladta őket, megpróbálja lerombolni a kapitány tekintélyét Tyler előtt, elmondja, hogy a USS Buran kapitányaként elmenekült egy Klingon támadás során a hajójáról. Ugye Lorcán látszik, hogy betalált, viszont szerinte ez csak félig igaz, ugyanis ő maga lőtte szét a hajóját, hogy a legénység ne kerüljön Klingon fogságba. És azt hiszem, hogy most kiderült egy sötét titok Lorca múltjából is. Hát igen, de még mennyire sötét. Itt akár lehetett volna tartani egy szünetet, és akkor a nézőnek percekig
gondolkoznia kellett volna, hogy hú, hát mert sok mindent sejtettünk ugye a Lorcának a múltjából, de egy ilyen ilyen drasztikus döntést nem. Rengeteg igen. dolgot megmagyaráz, de ugyanakkor meg annyi új kérdést is fölvet. Tehát hogyan lehet még mindig kapitányi poszton? Igen. Milyen motivációk alapján hozta meg akkor azt a döntést, annak volt-e olyan előzménye, ami alapján ilyen kategorikus végzetes döntést hozott? Ki tud még erről? Hát a MAD az biztos. Érdekes, hogy MAD tud róla, pedig ugye látszólag egy kisember, egy civilként ábrázolja magát, aki ugye csak zavar a föderációnak az ügyei, de úgy tűnik, hogy nagyon is figyelemmel kíséri őket. Ugye MAD mögött is sokkal több van, és egy sokkal hát, sötétebben, nem sokkal, de azért sötétebben ábrázolják, mint a később megismertet. Egyébként belefér abba, akár abba a 10 évben, ami még hátra van. Nyilván majd a szakállát le kell nyírnia, de más tekintetben jól hozza, de a Rain Mason-on én is elégedett vagyok. Ebből a szituációban is nagyon jól keveri a kártyákat. Ugye, sőt, hát olyannyira, hogy szerintem belefér majd a mi Conteo szekciónkba is. Nagyon is. Nagyon is. Az ő személye legalább annyira titokzatos, mint Lorcáé. A medveállatkát sikerül egy újabb ugrás erejéig ugye felhasználni, azonban ennek az lesz az eredménye, hogy összeesik, ugye a nedvesség tartalmának nagy részét elveszti, és egy ilyen túlélő üzemmódba zsugorodik vissza. Szaru kapitány hajthatatlan, szerinte mindent meg kell tenni, hogy a medveállatka újra használható legyen, ugye ezt mondja Dr. Kulbernek és Stametsznek is, de aztán később kiderül, hogy igazából Stametsznek mondja, hiszen Kulbernek etikai aggályai vannak ezzel kapcsolatban. Saru azonban azt mondja, hogy erre most megint nincsen idő, ő vállalja a felelősséget, egyelőre legyen elintézve, hogy működjön a meghajtás. Tehát a végletekig kiéleződik az etikai probléma, úgy tűnik. Igen, és itt a medveállatka állapota az megint elismerés illeti a készítőket, mert gyakorlatilag tényleg leültek és megtanulták a leckét, szinte mintha a Wikipédia előültették volna az írókat, és illetve tudjuk, hogy tudósok is voltak az írói stábban tanácsadóként, mert ha felütjük akár a magyar nyelvű Wikipédia oldalát a medveállatka, a latinul tardigrada leírásánál, ott írnak erről a kriptobiózusról, ami tényleg egy ilyen tetszhalott állapot, aminek során ugye a víztartalmuknak akár a 99%-át is elveszíthetik, tehát így a testük vérfogata jelentősen lecsökken. Egy ilyen kemény tok keletkezik, és itt most a valódi néhány milliméteres élőlényről beszélünk, de úgy tűnik, hogy ezt gyakorlatilag lemásolták a készítők, ami nagyon jó, mert olyan megerősítést ad itt ugye első látása egy nagyon légből kapott ötletnek, hogy hogyan képes egyáltalán egy élőlény navigátorként cselekedni, és a fizikai és a biológiai világ hogyan tud így összekapcsolódni. Miközben egy olyan megerősítést adnak tényleg egy valós kutatásokból, ami hát szinte szó szerint követi a való életben megfigyelteket. Ugye itt a medveállatoknak az ellenálló képessége azt, amit egyébként Lorca is ki akar használni, ugye az sem légből kapott, mert konkrétan ugye a mikroszkopikus élőlény és a kis medveállatka nagyon jól bírja a fagyot, tehát akár az űrhidegét is kibírja hónapokig, folyékony nitrogénbe is tették, mínusz 200 fokra, plusz 150 fokra fölmelegítették őket, alkoholban fürdették, ultraébola sugárzás, gamma sugárzás, bármivel bombázták, akkor a földi nyomás 300-szorosát kibírta, oxigénhiányos állapotot 7 hónapig, akkor az ESA, ugye az Európai Űrügynökség is kísérletezett vele, méghozzá a kriptobiózis, tehát ebben a tetszalott állapotban lévő medveállatkát, vitték ugye az űrbe,
és ott gyakorlatilag a világűrbe, a szabad űrbe való kibocsátás is túlélte bármiféle védelem nélkül, és utána egyszerűen vízbe helyezve fölélett, és utána még szaporodni is képes volt. Uh-huh. Hát légüres tér, oxigénhiány, kozmikus sugárzás, tehát olyan ellenálló képesség, amit gyakorlatilag ilyen szupermenné teszi az állatot. És hát ezek a fantasztikus tulajdonságok úgy tűnik, hogy a felnagyított másában is ott vannak, és teszik nagyon egyedivé ezt az élőlényt. Ez tényleg elképesztő, hogy ennek ilyen megalapozottsága van, és szerintem az első évadnak valahogyan ez lesz a kabalája, vagy a mémje. Ugye láttam a Facebookon már, hogy vannak ilyen plüss medveállatkák is, úgyhogy ez egy olyan momentum itt a sorozatban, ami szerintem eléggé markánsan hozzáköthető majd ezekhez, legalábbis ezekhez a kezdeti epizódokhoz. Hát igen, és akkor itt jönne az a hír, hogy a producerek elmondták azt is, hogy ők még ennél is komolyabb szerepet szántak a medveállatkának, tehát ők a hídon jelenlévő és a legénység tagjaként szereplő tisztet szerettek volna. Tehát a forgatókönyvek még erről szóltak, sőt ugye a forgatás elő is készítették, tehát ugye ilyenkor ugye helyettesítő karton sablonokat, illetve ez ilyen zöld ruhába öltöztetett statisztákat használnak. Uh-huh. Talán már a konzolját is megtervezték, hogy az állatnak, aki úgy Lordhouse-ra szóval rádült volna. És arról van valami hír, hogy miért nem lett legénységi tag? Mert nekem van egy olyan elméletem, hogyha ez egyértelműen egy intelligens lény lett volna, akivel tudunk kommunikálni, akkor ennyire nem lett volna kiélezhető a drámai helyzet, hiszen akkor meg tudtuk volna mondani, hogy ez nem jó neki, ezt nem csinálhatjuk tovább. Tehát nem tudtunk volna ennyire bemenni a határmesdjéjére ennek a hajtóműnek a használatát illetően. Igen, hát nevetni fogsz, hogy a Aaron Harberts és a Gretchen Schaeberg még azt is elárulta, hogy egyenesen párbeszédek voltak már megírva, ahol ugye, hiszen a Stamets főnöke lett volna gyakorlatilag a medveállatka, és még vitatkoztak is volna szakmai kérdésekben. Magával Burnhammel is lett volna több megható jelenete, például az élet értelméről, meg a spórahálózatról diskuráltak volna. Uh-huh. Hát ez tök érdekes. Nagyon érdekes. Ugyanakkor, hogy ilyen titokzatos maradt ez a lény, akit csak részben értünk meg, szinte csak a fájdalmán keresztül, bizony szempontból talán jobb így. Attól is féltem volna, hogy esetleg ott a effekteken csúszik el, amit egyébként maguk a producerek mondtak el, hogy borzasztó drága lett volna. Aha. És ugye a 15 epizódra 108 millió dolláros költségvetésből, tehát tényleg giga háttérrel rendelkezik a sorozat, ugye a Netflix és a CBS áll mögötte, ugye egyszerre, vagy ugye szimultán ugye szálltak be ugye a sorozatba. Uh-huh. Voltak sajnos megint pont a medveállatkánál, ahol gyengének vélte az ember a... Nyilván egy teljesen ismeretlen élőlény ábrázolásánál most honnan mondjuk meg, hogy a kültekaró most az tökéletesen néz ki, vagy nem? Egy embernél az már döntő. Hát gondolom, itt csak arról van szó, hogy mennyire fogadja el az agyad, vagy a szemed azt, amit látsz. Tehát, hogy nagyon mű, tehát látszik rajta, hogy na, ez számítógépes, vagy azt mondod, hogy na, akár ez létezhetne is, akár mennyire csúnya az a lény, vagy akár mennyire furcsa. Gondolom ez a szempont. Igen, igen, és én bizonyos helyeken éreztem azért, hogy ez nincs teljesen kidolgozva, esetleg lehet, hogy koncepciótervek más sok voltak, és egyszerűsítettek rajta. Főleg, hogy ugye ha tényleg szerepelt volna a hírdon, akkor valamilyen uniformist hordott volna, itt a jelvénye is lett volna neki. Hát
Ez most egy kicsit furcsa. Érdekes, hát én nem tudom ezt elképzelni magam előtt, de lehet, hogy csak nekem a fantáziám az korlátozott. Hát igen, egy teljesen, az, hogy egy ennyire idegenszerű és tényleg nem humanoid faj legyen a legénységnek a tagja, az nagyon újszerű lett volna, mert itt most, ha úgy vesszük, a leginkább alien-szerű az a szaru. Illetve látunk még egy-két furcsa fejet, akiknek csak a nevét sem tudjuk, tehát random ugye egy zöldségstandról lettek összeállítva, talán jobb is, ha nem tudunk többet róla, nem szólalnak meg. Egyébként a medvállatkánknak lett volna neve is, mert eddig is így, ugye próbáljuk megszólítani, itt most gondban vagyunk, hogy hát ugye egyébként ez a fajnak a neve hivatalosan magyarul medvállatka, talán vízi medvécske ugye az angolban és a németben, ez a tardigrada nevű faj, viszont az állatkát ugye Johann Ephraim Goetzéről, 18. századi német természettudósról nevezték volna el Ephraimnak. Amikor már valakit keresztemény szólítunk, tehát tényleg neve van, akkor már tudjuk képzelni, hogy egy személy, aki cselekszik, és hogy hogyan zajlott volna a kommunikációt. Ugye én ugye viccesen az állatkának a hangját, ugye ezt az artikulálatlan üvöltést, ami ugye legtöbbször ugye a fájdalmát fejezte ki, azt én a Star Wars-ban a Csubakához hasonlítottam, és ugye ott is az van, hogy ugye a csúlyónak a bőgését ugye mindenki érti, csak ugye a néző nem, tehát teljesen természetesen a csipogását, meg a csúlyi bőgését az egész galaxis ugye fejből tudja, ugye és a nézőnek is megmagyarázzák. Itt is úgy gondolom, hogy akár ez is lehetett volna gond, hogy hogyan kommunikálna egymással mondjuk vulkáni agyügyesítést hajt végre, mert itt valami arra utalt, hogy ők közöttük már egy olyan kapcsolat van, ugye ez a... Ja, minthogyha érezte volna a Burnham a szobájában is, mikor bekapcsolták a spórahajtóművet, hogy baj lesz? Arra gondolsz? Tehát azért mutatták szerinted a Burnhamnek az arcát? Csak is arra tudok gondolni. Uh-huh. Az After Track kibeszélésében megint voltak ezek a zöldvász, vagy ugye a trükkfelvételek, tehát a forgatási háttér, és ott lehetett látni, hogy a medvállatka helyett egy statiszta, tehát egy teljesen zöld kezes lábasba öltözött statiszta van jelen a forgatásokon, akiről a színészek elmondták, hogy nagyon kifejezően cselekedett. Tehát a Landry parancsnok is, ugye számos jelenetben ő maga volt ott, a végzetes jelenetben is, de van, amikor ugye őt is egy statiszta, egy dublőz helyettesítette, és egyébként ezt nagyon meggyőzőnek találták, ott például a Rekha Sharma alakítását is, amikor az állatkával küzdött. Viszont ő maga, amikor ugye visszanéz ezeket a felvételeket, amikor később ugye vérben fekszik ott, ő maga is megdöbbent, még a saját alakításán is, valóban ezek felzaklató részek voltak ott. Igen. De kell valaki, tehát ott is egy emberi statiszta, ami azt jelenti, hogy a körülötte lévő színészeknek, de akkor, ha tovább lépünk, elvonatkoztunk, akkor maguknak a karaktereknek is voltak éppen úgymond személyként, akivel valamiféle kommunikáció zajlik, vagy akivel interakció történik, és így nem tudom kizártnak, hogy amikor ő tényleg legénységi tag lett volna, ez működött volna. Nem tudjuk, hogy holott lett volna meg. Hát, ez nagyon érdekes egyébként. Klingon őrség újra megérkezik, és újra megkérdezik, hogy choose your pain, ugye ezúttal Lorcától. Tylerrel már olyannyira elegük lett Matt-ból, hogy azt várnánk, hogy őt fogják kiválasztani. Tyler azonban váratlanul magára vállalja a bűnhődésnek a szerepét, ezért Lorca ki is választja őt. Az első Klingon meg is támadja Tylert, a másik Lorcára szegezi a fegyvert. Amikor a Klingon visszafordul, hogy a földön még belerúgjon Tylerbe, akkor Tyler hirtelen kigurul alóla, és megtámadja a Klingont, ekkor Lorca is akcióba lép,
és az akciónak az lesz a vége, hogy két kitörött Klingon nyakkal több lesz a cellában, mint ami előtte volt. Elveszik a disztruktoraikat, és elkezdenek egy szökési tevékenységet végezni, hogy ilyen modorosan fejezzem ki magam. Maddot viszont ott hagyják, sorsára hagyják a cellában. Nekem itt az jutott eszembe egyébként, hogy vajon Picard kapitány, vagy Janeway kapitány is ott hagyta volna Maddot, hiszen akármennyire is elvetemül Zsiványról van szó, azért mégiscsak egy ember, egy civil, aki ellenséges fogságban van. Pontosan, és itt két csillagfotatiszt cselekszik, és úgy tűnik egyikünknek sem jelent ez problémát. Erre ugye rögtön elkezdhetjük építeni tovább ugye Lorcának a karakterét, már azt megtudjuk, hogy a egykori hajóját ugye elpusztította, csak is, hogy ne kerüljön Klingon fogságba a legénység. Érdekes egyébként a Buránnak az említése, már megint egy való életből vett névről van szó ugyanis. Na, ezt is meséld el akkor. A Burán az egy, hát egy szovjet űrhajó. Igen. Olyan is lehet, legalábbis az After Trek kibeszélés showban egy szovjet űrjárműre hivatkoznak, amit 2002-ben akartak felbocsájtani, és egyébként egész véletlenül szinte szakasztott más a, mondjuk az Enterprise űrsiklónak valami miatt. Hát biztos, hogy... Szovjet témek, hogy a szovjetek azok melyik fajnak is felnek meg a Star Trekben. Igen, hát én jó hiszemű akartam lenni, azt akartam mondani, hogy az űrsiklót az biztos csak így lehet megcsinálni, mert valami speciális körülmények miatt. És a festés is csak egyféleképpen lehet? Ja, hát lehet, igen. Mindenesetre egy picit ott annyiban tévednek talán a készítők, hogy akkor már ugye 2002-ben már semmiképp nem szovjet fejlesztésről kéne beszélni. Tehát valahogy itt nagyon benne van a hidegháborús, és tényleg hát jó, 10 éve vagyunk Kirk előtt, vagyis ha úgy veszük a 66-os Star Trek előtt, tehát ilyen módon tényleg beszéltünk szovjet űrhajóról is. Mindenesetre a sikló nem került ki az űrbe, ugyanis egy erős vihar lerombolta azt a hangárt, ahol tárolták, és így hát itt valamiképpen összefüggés van, hogy megsemmisült. És ráadásul szovjetek, klingonok, tehát itt úgy tűnik a készítők megint leültek, és alaposan előkészítették ezt egy apróságot is, ami nagyon jó megint. Tehát, és ráadásul nem is annyira nyilvánvaló, mint amikor azt mondjuk, hogy a Mad megjelenik, és akkor az egy jelentős kánoni utalás, és akkor minden egyes pontra vigyázni kell. Itt egy nagyon apró kis easter egg, ha úgy vesszük, apró kis utalás, és ha valaki utána néz, akkor ugye megnyugvással látja, hogy igenis, hogy megelőzte ezt egy komolyabb utána nézés a forgatókönyvet. Viszont nagyon érdekes, hogy Tyler hogyan reagál arra, hogy amikor megtudja, hogy a kapitány mit tett. Viszonylag sehogy, tehát nem döbben meg, nem látjuk rajta a hitetlenkedést, én semmi jelét nem láttam annak, hogy csökkent volna a bizalma, amit a kapitányba vett. Pontosan, és az nekem a Tyler az, mintha egy picit túl könnyen barátkozna meg a Lorcával. Ja, gyanúsan és, könnyen. Talán, hát ugye 7 napi Klingon fogság után már egyébként tényleg örülhet, hogy hát igen, ez is igaz. Jön. Bár ugye Lorcával együtt egy picit megkérdezik, hogy hogyan lehet túlélni 7 hónapot. Láttuk, hogy milyen durva inzultusok érik. Tehát azt egyáltalán túlélni. Tehát egy ilyen támadás is nagyon durva. Ugye az elején, akit foglyot megvertek, és utána talán ő meg is halt. Ezt nem tudom, kivonszolták onnan. Hát az is eléggé kemény. Ennek a sorozatát átélni. Igen, bár ott ugye ott van egy utaláspont, itt a szökés közben említi, hogy ugye Lorel, ugye őt... Ja, hogy ők speciális viszonyban voltak. Hedveli, tehát úgymond ilyen... Hát ugye...
szóval a ágyosa lehetett, vagy tehát valamiképpen ilyen kiszolgáltató viszonyban volt, de ugye őt megtartották. Ugye ezt se akarjuk képzelni, hogy mi történhetett Tylerrel. Igen. Azért szerencsére a készítők ezt jótékonyan kiadják ennek az ábrázolását. Igen, de jó, amit mondasz egyébként, tehát egyrészt ugye el se tudjuk képzelni, hogy mi történt vele, de ránézésre olyan vidám arca van ennek a csávónak, tehát nem látjuk. Igen. Tehát az pedig még nagyobb tortúra lehet, ha ezután a durva bántalmazás után őt helyre hozzák, és aztán ugye újból elviszik megkínozni. Tehát itt Marknak az erkölcseit is nagyon komolyan megkérdőjelezzük. Uh-huh. Ezért van az, hogy ugye sötétebb figura, mint ugye később, hogy sok humorral van átszőve ugye a személyisége. Annyi még ugye a Marknak az otthagyásához, hogy az After Track Show-ban jellemzően nézői szavazások szoktak lenni, és pont ez képezte szavazás tárgyát, hogy vajon a Lorca jól tette, hogy ott hagyta a Mandot. Uh-huh. És mi lett a végeredmény? Akik hát nem látták az After Track-et, azok most tekerjenek át. Én se láttam egyébként, de nem baj, nekem elmondhatod. A túlnyomó részt azt a nézők ezzel egyetértettek. Hogy ott hagyta? Tehát helyeselték, igen. Hogy ott hagyta? Aha. Igen, pedig ugye szóval a Lorcához már ugye hozzáfűzik azt, hogy ő egy talán egy első negatív karakter. És, de szerinted nincsen valami protokoll erre a csillagflottánál, hogyha civilek vannak fogságba, akkor akármi történik, el kell őket hozni? Hát legalapvetőbb, tehát azt mondhatnánk, hogy ez a természetes erkölcsi törvény. Uh-huh. Tehát egy háború sem lehet annyira erőszakos, hogy a civileket, hiszen minden, legelsősorban ugye a civileknek a védelme fontos bármilyen helyzetben. Uh-huh. Most legalábbis így indulunk ki ugye a mi társadalunkból. Tehát mit kezdtél el, hogy ez valójában Lorcának a... Igen, tehát saját... a Lorcának van-e egyébként, ez nem erkölcsi okokból hozta ezt a döntést, hanem valamilyen stratégia miatt. Ja, hogy stratégia. Azt hittem, hogy a... Aha. Pont a szekcióba. Ja, jó, akkor majd ott... Le is záratjuk, így van. Oké. Okay. Ugye a disztruktorokkal felfegyverkezve Tyler és Lorca szökésben, ugye látjuk azt is, hogy ezek a fegyverek eléggé pusztítóak, tehát azonnal dezintegrálódnak a klingonok, akiket eltalálnak. Ez talán az eredeti, meg a korábbi sorozatokban is így volt. És Lirelt is eltalálja Lorca, arcon találja. Nem tudom, hogy csak szerencsétlenül céloz, vagy tudatosan ez a cél, de azt látjuk, hogy nagyon fáj neki. És miután ugye Lirelt sikerül semlegesíteni, aki vélhetően azért túl fogja élni ezt a dolgot, sikerül megszökniük. Hát ez egy akciójelenet volt megint. Itt hangzik el a Lirel és Tyler közötti párbeszédben, ugye Lirel felől, hogy tényleg azt hitted, hogy itt hagyhatsz engem azok után, amiken keresztül mentünk. Ugye szintén majd gondolom Conteo rovat. Igen. Ugye azt látjuk, hogy Lorcáék páva tollal feldíszített klingon vadászrepülővel menekülnek. Réderek, ugye. Igen. Közben fényderül arra is, hogy Lorca miért nem csináltatja meg a szemét. Egyfajta vezeklésként tekinthetünk erre, ami a legénységével történt.
A Discovery már megérkezik, Saru pedig valahogy kikalkulálja ezeknek a kis vadászoknak a repülési mintáiból, hogy valószínűleg aki elől repül, az menekül a többi elől. Ezért ugye kapcsolatba is lépnek egymással, és átsugározzák őket, majd spóraugrással távoznak a Klingon űrből. Ugye ez a kötelez... Saru beveti a saját fajának az egyik tapasztalatát. Tehát ő ugye, mint menekülő zsákmányát a saját bolygóján, a menekülő, tehát az üldözött préda és az üldözőknek a helyzetéből vonja le ezt a következtés. Ez is egy ilyen kedves utalása, hát jó kis utalás arra, hogy, hogy ő neki van, vannak a fajához kapcsolóan speciális háttértudása, amivel stratégiailag is előnyt szerezhet. Azt hiszem, hogy ilyen börtönszökéseket már láttunk a Star Trekben többször is. A menekülés után viszont kiderül, hogy a legutolsó ugrás az nem a medveállatka által valósult meg, hanem Stamets hadnagy személyesen ment be a kamrába, magába injektálta a szükséges DNS-t, és ő irányította az ugrást. Ugye, amikor Saru ezt megtudja, akkor azonnal lemegy, de Stamets hadnagy egy meglehetősen idétlen röhögéssel kifejezi, hogy még életben van. Amikor megláttad a akciókamrában heverő testet, igen. Kire gondoltál? Hát én a Spockra gondoltam a Kán haragjából. Á, értem. De akkor ezek szerint te másra gondoltál. Melyik másik szereplőre? Már a Star Trek összes kánonra gondolsz? Nem kell a Star Trek összes, elég, hogy csak ezt a zsorosztot nézzük. Tehát nekem annyira egyértelmű volt, hogy ezt a Michael Burnham fogja megtenni. Igen. Ő a főszereplő, ő neki van bűntudata az állatka miatt. Ja, és az elején is azt mutatták, hogy ő van a kamrában. Is mutatták, ugye aha. Saját magát látja, tehát nekem vagy megint ugyanaz, hogy a készítők visznek valami felé, építenek fel egy bizonyos teóriát az epizód közben a rajongóban, látjuk valakinek a lábát, nyilván mindenkinek kék az egyenruhája, ugye a Káber Doki kivételével, aki hófehérben pózol, ugye, meg végez mandula műtétet, ami praktikus. Andóriai mandula műtét. Igen. Hál' Istennek, hogy nem láttuk a részleteit. Gondoltál-e arra esetleg, hogy ez az ugrás megöli a Stamets-et? Igen, fel voltam rá készülve. Mi után már láttunk néhány epizódot váratlanul, néhány szereplőt váratlanul eltávozni. Igen. Tehát én abszolút számítok ilyenekre, tehát itt a készítők... Már úgy ülsz le, tehát nyugtatókkal, pohár vízzel, és akkor... Hát én úgy vettem észre, hogy a készítőknek feltett szándéka az, hogy meglepjenek minket lépten nyomon. Úgyhogy benne ez volt. Szerintem, hogy nem lépték meg, tehát nem mondták azt, hogy ráadásul... Jó, a Stametsről egyre többet megtudtunk, de voltak éppen nem olyan fő karakter, mint ugye Michael Burnham. Tehát ha ő végzi fel ezt az önfeláldozást, ott kicsit nem biztos, hogy helyén való olyan szempontból, hogy, hogy tehát nem szükséges, hogy most ő ilyen mártír szerepbe kerüljön. Sőt, ugye nagyon is szeretnénk tudni egyáltalán, hogy, hogy, hogy hogyan alakul például. Tehát most már azért a fő karaktereket megismertük, és ott most már egyre kevésbé engednénk el az ő kezüket. Tehát a Landry parancsnok még mondjuk így, hát így most furcsán hangzik, vagy kegyetlenül, de ő még azért ideje korán távozott, tehát úgymond akkor még nem kötöttünk hozzá annyira, igen. Ő annyira fájjon az elvesztése. Talán még ezt a George kapitányról is elmondhatjuk, de nyilvánvalóan egy pozitív karaktert ábrázoltak ő vele, tehát talán nyilván, hogy jobban hozzánőttünk, vagy megkedveltük őt, mint a Landryt. Tehát úgy látszik, ezeket el kell fogadnunk a... Utólag egy kicsit
nekem összeállt a kép, amikor a hídon Dr. Culber és Stamets is jelen van, és Saruval beszélgetnek, akkor Stamets azonnal azt mondja, hogy végre fogja hajtani a parancsot, amikor igen, arról van szó. Igen. Igen, olyan, mintha már neki lett volna egy megoldása. Igen, és itt a Culber az furcsán is néz rá, de nekem a második nézésnél akkor esett le, hogy a Stamets már olyan határozottan hagyja el a hidat, hogy szerintem ő neki a fejébe ez már így volt benne. Igen, egyenesen következik a jelleméből, tehát ő egy, tehát őt a háború beszorította ugye a hadurat, itt a Lorcát kiszolgáló pozícióba szűk hatáskörrel, kevés mozgástérrel és erkölcsileg megkérdezhető döntésekkel. Tehát ő is piszkos munkát végez, kell végeznie, és most úgymond felszabadult, tehát most tesz egy olyan személyes, szabad saját döntést, amivel ő egy ilyen ultimatív megoldást ad a helyzetre, és önmaga számára is gyakorlatilag egy felemelkedés, mert de belegondolunk, és itt egy picit sajnálom, hogy a mai grafikai eszközökkel nem éltek ezzel, hogy tényleg megfelelő módon ábrázolják azt, hogy vajon a Stamets mit élt át, esetleg utólag, amikor elmesél, bár nyilván most a meglepetés eleje kellett, tehát csak utólag tudtuk meg, hogy ő csinálta meg az ugrást, de nagyon kíváncsi lennék, hogy ő mit látott. És nem úgymond ilyen kék villámokat, nagyon remélem, mert itt káprázatos dolgokat látott, ugye, tehát őnek ez volt az álma egyáltalán, hogy a bombákkal kommunikáljon, a micélium hálózat, ugye az tehát egy olyan, ugye egyetlen egy elvont hely, tehát valóban meg szubtérétekben van, ami által ugye az egész univerzumra kiterjed ugye a hatóköre, és így ugye ennek köszönhető ugoratunk bárhova. Most ha ő ugye ezt az ugrást egyáltalán képes volt megtenni, tehát a tudata mivel gazdagodott, látványban mit élt át belül, mit látott? Láttuk, hogy ugye most már tudjuk, hogy ugye Burnham is, amikor látta ezeket a különböző helyszíneket, amiket ugye Lorca mutatott neki, gyakorlatilag ő is úgymond, mondjuk úgy, hogy navigátorként volt használva. Tehát ugye a medvállatka is fizikailag az adott helyszínen maradt, és úgy hajtotta végre a hajóval az ugrást, ugye ezekben a szubtérítegekben, a micium hálózaton közlekedve, hogy ugye fizikailag ott maradt a hajón belül. Tehát úgymond a tudata utazott neki is. Kérdés, hogy mennyire tudatosan. Ez talán reméljük, hogy a Stamets ezt kifejt, hogy ott voltak éppen, hogy mennyire tudatosan tudja ezt irányítani, mert ha most erre most tartósan képes lesz, akkor itt megint egy önkéntes emberi alanyja alakul, gyakorlatilag megint korlátlanok a lehetőségek. Tehát hogy megint megnyílik egy út, amit majd lehet, hogy lezárnak megint. Mondjuk a Stametsznek esetleg lesznek mellékhatásai. Hát lehet, hogy lesznek. Nem, igen. Lehet, hogy lesznek. A következő jelenetben megjelenik Saru Burnhamnél, aki elvileg a kabinjában van most ítélve. Aztán elmondja neki, hogy már nem fél tőle, csak haragszik rá. Saru úgy látja ezt az egészet, hogy Burnham nyugodtan kaphatott volna egy parancsnokságot, mondjuk egy-két év után, és akkor ő lett volna Georgiou kapitány első tisztje. Ebben az esetben ugye neki is mindent megtanított volna a parancsnokságról, és akkor például egy ilyen szituációban, mint ami az adott napon lezajlott, már tapasztaltabb tudott volna lenni, és nem kellett volna a kompjúterhez segítségért fordulnia ilyen vezetői kérdésekben. Burnham átadja Georgiou-tól kapott távcsövet Sarunak, abból a célból, hogy olyan szemmel szemléje az univerzumot, mint ahogy a kapitány tette. Ugye Saru utolsó parancsot ad ki Burnham számára, méghozzá azt, hogy mentse meg a medve állatkát.
Igen, és itt nem tudom, hogy ebben a jelenetben beszéltünk róla, hogy felgyorsult cselekményről van szó. Nem túl gyors a Saru és Burnhamnek a kibékülése? De. Ahhoz képest, amilyen hát szavakkal illette nem is olyan régen, ugye Burnhamet, amikor ugye Burnham aztán amikor felszólítja tehát amikor vitatkoznak arról ott a laborban, hogy ugye lenne talán alternatív megoldás, de ugye szükség van egy fejlettebb szervezetre, hogy ugye gyakorlatilag a medveátkat helyettesítsék. Ugye ekkor van az, hogy Saru már azt adja ki parancsba, hogy rehidratálják az állatkát, tehát ugye ebből a karatón állapotból, vagy ebből a teszhalott állapotból hozzák vissza, úgyhogy ismét élővé teszik. Egyébként erre lett is van a lehetőség, ahogy ugye, ha az eredeti medveállatkának a tulajdonságait nézzük, akkor akár ezt meg is tudták volna tenni, de ugye ezt már ugye ők nem akarják. És ugye itt fölmerül például az, hogy ilyen eugenikus feldúsítással esetleg embert is lehetne medveállatka helyére tenni, tehát már ezen ott a Burnham már erre utal ugye a Sarunak. Igen. Ugye mondja a Saru, hogy azok meg vannak tiltva nyilván, mert ugye emlékszünk, hogy ebben a univerzumban 1990-es években voltak hogy ugye az eugenikus háború. Igen. És, ugye Kán. Ugye Saru itt ugye hajtatatlan, és azonnali megoldást akar, tehát nem helyettesítő megoldásra az állatkát. Egyébként itt ezt a makacságot nehéz megérteni. Hát ő maga is egy üldözött fajnak a tagja, aki valószínűleg sok fájdalomnak volt kitéve, és gyakorlatilag ezt úgymond talán be kellene látni ezen a ponton, ugye, hogy kapitányként van akkor a mozgástere, hogy kiadja azt a parancsot, hogy jó, alternatív megoldás, akkor próbáljuk meg, akár ha van önként jelentkező, akkor emberi kísérleteken végrehajtani, vagy emberi kísérleteket elkezdeni, mert amúgy meg egyértelmű volt, hogy a medveárka folyamatosan pusztul. Tehát azt amúgy sem lett volna tartósan a használata, tehát erkölcsileg, meg logikailag is valahogy helytelen volt, hogy Saru ragaszkodott az állat használatához. Hát lehet, hogy az admirális belediktálta azt, hogy minden másodperc fontos, Lorcából bármikor kiszedhetik a technológiához szükséges információkat, és ezért azonnali döntéseket kell hozni. Igen, ez a relativizmus, tehát ezek nagyon jó elgondolkoztató kérdések, hogy tehát katonai parancs végrehajtás, amikor ismerünk alternatív megoldásokat egy szituációban, életeket menthetünk meg. Kevesek élete, sokak élete, ugye ismerjük, ez a Spocki alap probléma ugye a másik filmben is. Bár ez nem hangzik el, akár el is hangozhatna, hogy ugye kit kell megmenteni ugye a Lorcát, vagy pedig ugye a medvállatkát. De mondjuk Saru nem így érvelő, csak egyszerűen ugye egy parancsot hajt végre. De kicsit hidegnek tartom a logikáját, és ráadásul a Saru még ugye, tehát ő... Nem lehet, hogy a Sarunak a hozzáállása akkor változik meg, amikor meglátja a kamrában fekvő Stametszet? Hát igen, itt meg előtte vagyunk, amikor ugye ez így lehordja. Mert ráadásul még meg is várja még egyszer, ugye, hogy ugye annak idején a Burnham, tehát hozott egy elég kemény döntést magában, mert valamit helyesnek tartott egy nagyobb jó érdekében. És önhatalmulag hozott egy döntést, amivel egyrészt zendőrést is elkövette, tárolást is, úgymond. Tehát bár egyébként itt szőrszálasokatok szokták mondani, hogy a Burnham az nem zendülő, mert a zendülés során ugye ja, a többieket is be kellett volna vonni. Rá kéne zendíteni, és gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ő parancs megtagadást hajtott végre, illetve a kapitánnyal szembeni ellenállást. Vagy... De ugyanakkor Saru megint kimondja, hogy ugye miatt ölték meg George kapitányt, amivel ugye megint látjuk, hogy mennyire hideg ebből a szempontból, tehát hogy mennyire nem tapintatos még akkor is, ha abból a szempontból igaza van, de itt is egy eseménysor vezetett. Igen. Az egészhez, és itt tehát látjuk, hogy itt,
egy ember, még akkor is, ha tudja és tisztában van a tényekkel, lehet, hogy nem így fogalmazott volna. Mert itt ez olyan tényleg úgy, mint Déta, aki kimondja az igazságot leplezés nélkül, annélkül, hogy tudatában lenne azzal, hogy megbánt másokat. Uh-huh, tehát a szarúban nincs egy ilyen belső etikett, vagy tehát nem szokott arra tekintettel lenni, hogy esetlegesen nem fogalmaz tapintatosan másokkal szemben. Igen. És az ő faja valószínűleg tényleg olyan, hogy a túlélés rákészíti arra, hogy egyszerű, gyors döntést hozzon, amit határozottan gondolkodás nélkül hajt végre. Aztán, hogy ő a föderációban ezt hogyan adaptál, tehát ugye látjuk, hogy például stratégiailag is hasznot húz abból, hogy ő egy üldözött faj volt. De itt is olyan, mintha látjuk, hogy amikor komputer tanácsát kér, látjuk, hogy milyen bizonytalan, ugyanakkor itt meg kőkeményen hoznak parancsokat. Igen. Nekem ebből a jelenetből még egy dolog nagyon elgondolkodtatott, mégpedig az, hogy ha valaki nem akar feljebb lépni a ranglétrán, az másoknak az életére is mekkora hatással lehet. Én itt konkrétan ugye mindig a Rikerhez szoktam visszatérni, aki szintén abban a szituációban volt, hogy hát most már lehetne egy saját hajója, ugye fel is ajánlották neki, de ő mindig úgy döntött, hogy neki őt ide kötik ugye a barátai, szereti ezt a legénységet, ezt a hajót, ezért nem szeretne tovább lépni. Viszont egy ilyen előléptetés, most már jobban átlátom, hogy több embernek az előléptetésével jár együtt, és hogyha te, ne adj Isten, erre nemet mondasz, akkor lehet, hogy más embereknek az előmenetelét húzod keresztbe. Lehet, hogy ezért önzőség mondjuk nem elfogadni egy parancsnokságot. Hát, igen, végülis bőrnem miatt ugye nem került sor arra, hogy majdan ugye például a szarul legyen az első tiszt. Bár ugye ő másodtiszt volt, tehát például a kapitány távolétében a bőrnem távolétében, ráadásul azt hiszem, ő ült is a Senzu kapitányi székében. Igen. Tényleg ugye jelező volt, hogy igenis, ő majd feljebb lép a ranglétrán, meg hát egyáltalán olyan úgyis ábrázolták őt, hogy tehát őt halljuk a legtöbbször ugye a híron kommunikálni, hogy főtisztek. Hát jellemzően ez a triumvirátus, látjuk, hogy ugye a George kapitány, a Michael Burnham és a Saru ugye alkott talán már egy jól összeszokott hármastól, és humor is megengedett, hogy ugyanakkor mindenkinek megvan a saját személyisége, ugye addigra már a Burnham is ugye szakít ezzel a vulkáni ridegséggel, amit egyébként itt újra elkezd, tehát itt az a baj, ez jelentősen lecsökkenti ugye a színészőnek a mozgásterét is, hogy például ugye még mindig ez a rezignált közönös állapota van, pedig azért már itt jócskán bekapcsolódott ugye a cselekményekbe, aktív részese a történteknek, tehát az ő döntései, véleménye már ugye hozzá is járult, tehát ő tüzeli fel ugye Tillit is, ugye, hogy ott is ugye illegálisan hozzon például spóra mintát, a Stamets-et is gyakorlatilag ráviszi, gyakorlatilag erre az útra ő viszi rá a Stamets-et, ahogy veszi, ösztönzi, és egyáltalán ő indukál olyan, tehát gyakorlatilag az események elindítója nagyon sok esetben. Tehát látjuk, tehát mindaz, ami a medvárkával történik, tehát ugye gyakorlatilag Burman, valamint egy lavina, így végsöpör a Discovery-n, és ugye befolyásolja mindenkinek a sorsát valamiképpen. És Tilly és Burnham el is engedik útjára a medveállatkát. Mit gondolsz, hogy Saru, amikor parancsba adja ezt, akkor miért teszi ez számára is egy vezeklés azok miatt, a dolgok miatt, amiket parancsba adott, vagy csak a Burnhamet akarja tehermentesíteni ezzel? Tehát itt ugye nyilvánvalóan az a kérdés, hogy mit fog majd ehhez szólni a Lorca, mit fog szólni ehhez a csillagflotta, hogy az egyetlen példányt azt így elengedik. Saru úgy tűnik, hogy magára vállalta ennek az egész balhénak a felelősségét.
Nekem nagyon kétértelmű volt, amikor ugye Saru kiadja azt a parancsot, ugye, hogy mentse meg az életét a medvállatkának, akkor azt hogyan is gondolta? Szerintem így, mert a végén ugye azt mondja, hogy tudom, mit tettem. Mármint a Saru. Én szerintem pont így gondolta. Van egy olyan érzésem. Hát kíváncsi leszek, hogy a Lorca mit fog ehhez szólni, amikor elolvassa a jelentését. Hát... kérdezi, bár akkor már ugye ott lesz Stamets, és ugye Lorcáról meg akár el is tudjuk képzelni, hogy egyszerűen kiadja az utasítást, hogy Dr. Stamets, akkor tessék beállni a fülkébe, és akkor következik. Úristen, hát igen. Én kinézem belőle ezt. Medvállatka elbocsátása, hát kellett egy nagyon szép jelenet, a zenei alátámasztással, látvánnyal is ugye meghatóvá tették ezt. Uh-huh. Bár ugye ott ugye, hát mondogattuk az elején is, ezek a villámok, ugye eleve... Hát igen. Itt az effektekkel még jobban lehetett volna rásegíteni, attól függetlenül szép pillanatok voltak. Bár azért azt ugye, és most egy másik podcast meghallgatása után mondom ezt, hogy a medvállatka, ha most tényleg a realitás talaján maradunk, a medvállatka, ugye spóra segítségével, ugye ismét, tehát ebben a szimbiotikus kapcsolatban kapcsolódott ugye a micélium hálózathoz, és ugye el a transportált onnan, mondjuk így. Igen. Hogy hová távozott, azt ugye nem tudjuk, és hogy még viszont látjuk-e, de ugye itt az ő állapota ugye ebből a kriptobiózisból, ebből a kiszáradt, betokosodott állapotból, hogyan nyeri vissza a teljes testtömegét, ami ugye nagy része víz, ugye dehidratálódott szegény, uh-huh. És ugye őt még úgy bocsátják ki a világűrbe, hogy össze van zsugorodva, utána viszont látványosan visszanyeri az alakját. Igen. Tehát, hogy ugye az űrben hogyan szerez ehhez megfelelő mennyiségű vizet? Hát, nem tudom, hogy ez tudományosan alátámasztható-e. Itt nyilván a jelenet az megkívánja azt, hogy ne egy összezsugorodott állatka forogjon ott az űrben. Fel kell életni egyáltalán. Igen. Utazhasson. De hogy... apróság, tehát ez is csak a... Igen. Nagyon figyelmes szemlélőnek tűnik fel. Hát mi azok vagyunk. Gondolom most már azok hallgatnak minket, akik hajlandóak a nagyon részletes elemzésbe belemenni. A Stamets és Kulber a szállásukon megbeszélik a nap eseményeit. A nézők számára, hát szerintem az átlag nézők számára azt mondhatjuk, hogy itt derül ki, hogy ők valójában együtt vannak. Aki követte a híreket, azok szerintem tudják, mert a készítők ezt beharangozták. Egy ideig úgy tűnik, hogy minden rendben van, tehát nincsen közöttük harag, hiszen láttuk, hogy a hídon ugye Kulber furcsán nézett rá, amikor felvállalta ennek a parancsnak a végrehajtását, de aztán rájött ugye ő is, hogy ezt ő a saját maga módján fogja megtenni. Tehát úgy tűnik egy darabig, hogy ők lerendezték ezt a dolgot, de aztán egy elég furcsa dolog történik az epizód végén, amit én nem is tudok értelmezni. Valami történt a Stametszel, egyelőre nem tudjuk, hogy mi, de nagyon furcsán néz a végén. Nekem egy kicsit a Twin Peaks jutott eszembe, amikor a Cooper ügynök befejeli a tükröt. Hát, és számos horrorkémet lehetne felsorolni, de még másik nézése is egy hátborzongató, zene nagyon jól átámasztja, tehát nagyon jó befejezés, nyilván Star Trek-től szokatlan, tehát nekem például jellemzően X-szakták epizódok jutnak eszembe, amikor egy lezárt úgy után még kiderül, hogy igen. Nem tudom, még mindig él az az élőlény, amit ugye az epizód szólt, vagy még mindig valami veszélyes van, és még mindig nem zártuk le azt a cselekményt, tehát azt mondanánk, hogy ezt nem magyarázzák meg sehogy. Nyilván
komoly rajongói felháborodás lenne, de ugyanakkor én még azt is el tudnám fogadni. Tehát ezen a hajón egyiket is már kezdve azzal, hogy amikor először hallottuk, hogy fekete riadó van, és ott ilyen lebegő vízcsepeket láttunk, tehát gravitációs anomáliát okoz maga az ugrás, vagy annak az előkészítése. Tehát meg egyáltalán, hogy a Star Trekről beszélünk, ahol szintén meg annyi jelenség lehet, ami okozhat, hogy egy téridő torzulásra is lehet gondolni. Igen. És ugye, hát ugye minden rajongó ugye itt tükörről és tükröződésről beszélve, ugye már ugye, és akkor megyünk át a Conteo szekcióhoz. Igen, lassan, gondolom ugye, ezt majd kivesézzük, hogy mi lesz. Van, hogy mit jelentett ez, hogy akkor mit láttunk, kit láttunk. És azóta már ugye még annak is olyan verziói merülnek fel. Tehát azt akkor szerintem majd akkor a másik részben azt kibeszéljük. Igen. Ugye az Ádámék is azt mondták, illetve itt a kibeszélő Facebookon arról volt szó, hogy ez a jelenet azért volt váratlan, meg hatásos, mert előtte ugye ez a kis laza csevegés volt, és így, hát úgymond elaltatták a nézőt, és nem vártuk azt, hogy ilyen rémisztő lesz a vége. Igen, igen, igen. Itt például a nézőt, egyrészt egy teljesen váratlan helyzetbe kerülünk már eleve azzal, hogy ugye a Dr. Kábel és Dr. Stamets egy párt alkotnak, akik ugye nem figyelték előtte a híreket, ők nem tudtak arról, és a készítők még ügyesen el is rejtették ezt. Tehát egyáltalán nem derült ki, hogy bármi más is összeköti őket. Eleve fogmosás és fogkefét látni egy Star Trek sorozatban, az már ötlő jelentésségű. High-tech fogkefe volt legalább. Igen, tehát majd ezt hamarosan elkezdik gyártani. Igen. És egy ilyen licences kiadásban forgalmazni. Itt a fórumokon, illetve Facebookon többen őszintén megdöbbentek ezen a tényen, illetve sokaknak nem tetszett, hogy Stamets és Kulber együtt vannak. Most nem akarom ezt kizárólag a magyar rajongókra, meg a magyar nézőkre rávetíteni, mert hallottuk ugye a sorozat elején, hogy külföldi rajongók a főhősnek a bőrszínével sem voltak megelégedve. Mit gondolsz, hogy a Star Trek most is megelőzi a korát? Szerintem a Star Trek már csak követő. Uh-huh. És mondjuk úgy, hogy ugye az a diverzitás, amit ugye egyébként jelentősen be is harangoztak a sorozat készítői, az teljesen természetesnek van ábrázolva. Uh-huh. Akár a két férfi tiszt együttélése, vagy éppenséggel a színes főszereplők felmutatva azt, meg hát hányféle fajt láttunk már most a hídon, akiknek egyik meg sem magyarázták a küllemét, vagy a származását. Ezzel is mutatva azt, hogy egy olyan korszakban vagyunk, egy olyan világban, ahol számos lehetőség van, és ahol már teljesen természetes, hogy olyan fajok szolgálnak együtt, akik gyökeresen különböznek. Hát ugye olyan fajokat látunk a hídon, akik teljesen szokatlanok és bizarr kinézetűek, akkor szerintem tehát bőrszíneken, meg nemi orientáció már ugye rég nem kellene kiakadni. Főleg azért már, hogy megnézzük a mai sorozatokat, azok ugye teljesen nyíltan, meg természetesen kezelik. Tehát itt is a készítők ezt mondták, hogy ez is csak egyetlen egy motívum, úgymond egy karakter vonása a szereplőink között, tehát nem erre megy készen, itt gyakorlatilag az öt epizódból ki sem derült, és nem is szánnak neki jelentőséget. A kapcsolatuk egyébként pont, hogy erkölcsi szempontból volt itt érdekes, hogy a Stametsznek például egyáltalán a vakmerősége, azt ugye most ő vállalni kell a párja előtt, és ezt ugye nem egy helyzetben láttuk, hogy lásd, amikor szuperhős vagyok, és nem lehet, ugye, az hősnek ugye sosem lehet, nem ő kapja meg a nőt, mert ugye olyan szituációban van, ahol egyáltalán veszélybe sodorna bárkit, aki közel kerül hozzá. Tehát ugye itt, de lesz, hogy a Stametszi most rossz döntést hoz, azzal még bár neki vívta volna ugye
a párjának a haragját, aki ugye itt a életet támogató orvosként, ugye nyilván az állatka megmentésén párhuzott. De szerencsére ez ugye elsimítódó, tehát sajátos szemszögben, mind a ketten ugyanazt akarták, hogy az állat túléljen, és nagyon jó, hogy ezt a meccnek nem az a elvakult tudós van, aki ugye mondjuk követi a kapitány parancsát, és alibutóbb ő is ugye megszállottá válik ugye az állatkának a kutatásában, és ugye tovább ugye kínozza, hanem pont, hogy ugye ő lép a helyére, és hogy ez mondja úgy utólag, hogy milyen gyönyörű szép volt, amit ugye a micélium hálózatban látott, és azt a párja elfogadja, hogy igenis ő hozott egy vakmerő döntést, de azáltal a saját szakmai erőmenetelében viszont elért egy olyan csúcspontra, amit tehát találunk, látunk egy jó kapcsolatot. De teljesen mindegy, hogy itt lehetne, állhatna egy klingon férfi és egy kardasszié nő is, amit szintén bizarr módon tekintenénk, ha őket látnánk egy párnak és eresre, akik mondjuk egy harmonikus kapcsolatban vannak. Igen. Ezen nyugodtan túl lehet lendülni, és a Star Trek már régen nem hozza ezzel újdonságot. Igen. Az idegen fajokkal se, tehát ha csak azt mondjuk, hogy a másik nagy ugye univerzumon, a Star Wars-ban is tele van olyan idegen fajjal, akit meg sem magyaráznak, hogy ő miért úgy néz ki, és miért úgy cselekszik, de a nyelvét azt értjük valamilyen módon. Igen, tehát én is azon nagyon meglepődtem, hogy valaki ezen nagyon meglepődik. Így tudnám jól leírni. Nekem még egy észrevételem van. A múltkor ugye beszéltünk a főcímről, most beszéljünk a végső stáblistáról. Ugye jól látom, hogy ez az első olyan Star Trek sorozat, eltekintve az eredeti sorozattól és a rajzfilm sorozattól, ahol nem látjuk a csillagokat a végső stáblistánál. Hát ezzel most újat mondtál, ugye a Netflixen nézve, hogy sajnálatos módon ott semmit se látunk. Felület, csökkenti a stáblistának a méretét már a következő műsorokat ajánlva, például az After Track Show-t. De ha rákattintasz, utána vissza tudod tenni full screenre. Eddig engem félrevesztett a Netflix, bár egy pár évvel ezelőtt is volt előfizetésem, és akkor azt hiszem tényleg csináltam ezt a rákattintást, amikor érdekel például, hogy szinkron hangokat is kérje, nemzetközi szinkron hangokat a legvégén. És akkor az ember ott ugye irítkedve látja, hogy nem is tudom, hogy francia hangok, meg nem is tudom, ilyen. Igen, igen. Hát most ugye az a lényeg, hogy nincsenek csillagok. Tehát ebben is rendhagyó ez az új Star Trek sorozat. Egyébként az elején mondtad, hogy kétszer nézted meg. Én is kétszer. Én ugye rögtön a premier napján hétfőn este szoktam, illetve még most szombaton délelőtt, de azt már magyar felirattal néztem meg. Ezúton is köszönjük a fordítóknak. Így van, a fordítóknak én külön megdicsérem, mert például itt ugye a német, tehát is én felirattal szoktam nézni, és mind a német kiejtésben, mind a feliratban AUK-ról beszélnek, ugye a asztronómiai egység, ugye a földnaptávolság, mint alapegység, no de a magyarban ott van a CE volt, ugye a rövidítésben. Igen, igen. Tehát nagyon szépen vissza volt. Jó volt. A németek ugye ezzel nem törődtek, mert is nem hiszem, hogy a németek ugye AUK-t mondanának egyébként. Azért annyira nem veszik át az angol kifejezését, egyszerűen slampos volt ott az ottani feliratkészítő, aki ráadásul valószínűleg egy fizetett, ugye Netflix által megfizetett, ugye a szinkron dramaturg, illetőleg a fordító, tehát itt külön dicséret a fordítóknak. Hát én nem tudom, itt most spontán felvetődött, hogy esetleg majd egyszer egy olyan podcastot tartani, hogy esetleg a fordítókat így meghívni. Meghívhatjuk őket, teljesen nyugodtan. Hogy milyen Star Trek élményeik vannak, honnan van ez a lelkesedés tényleg, hogy és tényleg néhány napon belül ők szállítják a friss feliratokat. Egyébként az Orville-nél is elmondhatjuk. Most nem is tudom, hogy közös stáb dolgozik-e rajta. Ott vannak talán ismétlődő nevek. Azért nem akarok most már rosszul ejteném, vagy nem mondanám pontosan, ezért majd esetleg majd ezt később megnézzük. De mindenképpen köszönjük. Tehát a gyorsaságot, meg a pontosságot, ezt nagyon, a rajongók nagyon értékelik. És szerintem érdemes mindenképp a magyar felirattal is végigkövetni, hát nyilván ha csak nem valakinek annyira jó az angolja,
hogy az angol felirat, bár nem tudom, hogy itt például az angol felirat az szó szerinti-e, vagy pedig csak egy ilyen összefoglaló, mert azért kétféle felirat típus van angolból is. A szó szerinti feliratok ugye azért jók, mert ott az összes köhintés és legrövidebb... Ez a hallássérült fajta az felirat? Tudom, az-e. Aha. Az a closed caption, vagy nem is tudom, az a szerintem az. Aha. Mert az viszont abból a szempontból hasznos, hogy például kifejezetten, aki még úgy tanulja a nyelvet, tehát nyilván már azért egy középfokon túl van, de azért nem ért mindent, ott tényleg sokat megvilágítva a felirattal szimultán látja, tehát a feliratot is látja. Uh-huh. Irigykedés megint, irigykedés, hogy az After Track Show műsornak immáron nem csak angol felirata van, ami persze sokat segít, hanem ugye ott már van francia, kínai, arab és lengyel felirat is. Na, hát akkor hát, magyaron kívül. Nem mondjak, hogy lépjünk már, esetleg van az ügyek, nem tudom, hogy tényleg aki a fő sorosztot fordítja, esetleg lenne kedve ehhez. Nyilván, hogy ott sokkal hamarabb veszít az aktualitásából, hiszen az adott részt tárgyalják ki a készítők, ugye a Matt Myra, vagy Matt Mira, ugye a podcaster, aki vezeti ezt a műsort, és igen. Nagyon érdekesen oldja meg a műsorvezetést, tényleg végig fenntartja az érdeklődést, nagyon szuperül elbeszélgetett a meghívott, általában ugye vagy színészek, vagy producerek vannak, illetve távolról vannak bekapcsolva, mindenféle látványos show elemek vannak, amivel ugye bejátszások vannak, különböző hát, ízek, interők. Én azt a kulisszatitkot tudtam meg, hogy a magyar nézők nem annyira érdeklődnek az After Track iránt, persze ez egy jó felvetés, hogy ez most azért van-e, mert még nem tudják, hogy mi az, és mivel csak angolul van, ezért eleve nem is nézik meg. Hogyha megnéznék, akkor lehet, hogy jobban keresnék, illetve jobban érdeklődnének, de jelen pillanatban az a szoború helyzet, hogy nem keresik az After Track-et. Igen, tényleg az ismeretem, mivel annyira visszerű formátum, hát a régi sorosztok idején sem nagyon volt ilyen kísérő műsor, ami tényleg ilyen látványos formában tárgyalta volna, és abszolút a mai show műsoroknak a hangnemében egy nagyon pörgős talk showról van szó, amit nyilván egyébként a magyar feliratokat sokat rásegítene, azt lehet látni. Hát valóképpen egy ilyen másfél órás Star Trek élményt kap az, aki leül, ugye. Igen. Főleg aki odakint ugye a CBS All Access-en nézés, tényleg ott valós időben ő maga is hozzá tud szólni, hogy Twitter üzeneteket olvasnak be, tehát lehet szavazni, vannak triviák, tehát kvízben lehet részt venni, a nézői jóslatokat is beolvassák. És nem is tudom, legutóbb mik voltak a nézői jóslatok. Ja igen, például, hogy Sareknek valamilyen szívuramú lesz. Ajaj. Nyilván a nézők nem ok nélkül mondták, hát ugye nem tudom, hogy itt te, illetőleg most a hallgatók, végignéztek-e a 6. epizód előzetesét, illetve ezt a sneak... Én még nem. Jajjaj, huha. Már pedig ott is lesz egy döbbenetes jelenet, akkor itt erről ne beszéljünk. Jó, ez... Igen. Ezt kiadhatjuk nyugodtan, mert akkor legalább meglepetés lesz. Én kérek elnézést, mert a héten nem készültem annyira föl még. De itt hallottam lelki füleimmel, a rajongók is kórusban mondták, hogy még nem nézték meg. Annyit elárultak, hogy a következő epizódban a speciális effektusok és a make-up készítőjét, a maszkmesterek lesznek majd a vendégek, ami külön érdekesség lesz. Sok szó esett már a Klingon maszkokról, és szerintem a következő részben mi is beszélhetnénk erről a nagy témáról, hogy Klingon maszkok, esetleg Sarunak a maszkja, esetleg ezek a különböző idegen lények, akik egyelőre semmit nem mondanak nekünk, tehát van-e értelme? Szerintem a Klingon téma is bőséges lesz a következő epizód, vagy következő azt végén kibeszélni. Jó ötlet. Szerintem, főleg, hogyha már addigra látjuk, hogy mit mondanak az After Track-ben is, az is egy jó kiindulást jelenthet, vagy beintegrálhatjuk, ami beszélgetésünkbe. Annyit esetleg elmondok, hogy ebben az After Track adásban a Lorel alakító, illetve a Colt alakító színész volt jelen, és például beszéltek a Klingon maszkoknak a viseléséről, hogy gyakorlatilag 17 órán át kell akár viselni,
gyakorlatilag ilyen hajnali 3-4 órási kelések után csak inni tudnak, miközben ugye a föderációs színészek közben lazán ugye telefonoznak, sztorikat mesélgetnek, szendvicseket majd szólnak. Hát igen, meg nekik ők ugye nem nagyon egyenruhájuk is kényelmesebb. Így van, itt egy nagyon nehéz egyenruhában vannak ráadásul. De azt is mondjuk el akkor, hogy te viszont szoktál hírt adni az After Trackről cikkek formájában is, úgyhogy azt is javasoljuk, űrszekerek.blog.hu, keressétek az After Track híreinket. Egy olyan kiindulást adok címnek, hogy After Track, a heti kibeszélő show, amire már régen vártunk. De talán van ilyen címkénk is, hogy After Track, ezt majd meg kell nézni. Oké, azt hiszem, hogy kibeszéltünk mindent. Egyéb hozzáfűzni való részedről. Hát ez nem sok, úgyhogy akkor én azt mondom, hogy jövünk vissza a hajmeresztő elméletekkel. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok!